Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 14 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek! Hello! Szevasztok! Hello, bello, sziasztok, drága jó reggel, dobom. Dobom, nem. Kávé volt a kezemben, nem akartam futni. Azt megértem, hogy jó kávét nem szabad kijönteni. Nem. Szabad vannak ilyen reggelek, amikor megborul valahogy a reggel, és akkor onnantól kezdve, mint egy ilyen dominó sor, így dől el, és mindennel csúszásban, vagy mindennel késésben, vagy nekem mindenki van számolva egy hol reggel. Ugye, ha nagyon sok, csak kacsincs egyet, és elhozlak. Tehát, hogyha ha úgy érzed, hogy már nem tudsz menekülni annál előre, akkor kacsincsál, és akkor elhozlak. Igen, én tehát szeretem a science fiction-t, úgyhogy én ebben is hiszem. Nem a lőrincről, de hogy hozlak le lőrincről. Van nekem elég bajom reggel. Nem, innen a kaputól a hátán. Igen, nem, ha úgy érzed, hogy nem menekülsz, és nagyon sok, akkor csak kacsincs, és akkor... Dobtam. És akkor elhoznak Annától. Nem, az volt, hogy kimentem, mindig ugye reggel felkelek, lenyomom az órát, akkor az első út kivezet a hűtőhöz, vitaminok be szálljon át, mert a kupot nem ez szeretem. Ez nagy öröm, és hogy azzal kezdesz, hogy hús, és akkor utána a kutyussal kimenjünk pipilni, és akkor szoktam csekkolni, hogy milyen idő van kint, és most a reggeli csekkolásnál azt éreztem, hogy anyád, hú de kemény, már látszott a leheletünk, és akkor bementem, és akkor láttam, hogy már a telefon is be volt kapcsolva, 4 fok, erre ki kellett vasalni egy melegítő fölsőnél, mondom, farmer kabát. Most az lett volna, hogy farmer kabátban jövök be reggel, szanaszéjjel fagyok, és innentől kezdve akkor beiktattam egy vasalástól kezdve így borult az egész. Az megvan, hogy úgy beszél, mint a kisgyermekes anyák, kimegyünk pipilni a kutyával, na de, kutyával, hát de megnézzük, hogy milyen az idő. Éhesek vagyunk, keveset aludtunk. De te is ott végzed el? Tehát de ott guggolunk egymás mellett, és szemérmesen az ellenkező irányban nézünk, ahogy lenni. Nem biztos ismeritek ezt a típust. A mi kutyánk is, a Deni is olyan, hogy nem szereti, ha nézik közbe. De én meg mindig nézem, mert közben az órámat is csekkolom, hogy ne késünk már. Deni, nyomjad. Nem, most az volt, hogy csak vagy pipi, vagy kaki, vagy mind a kettő. Most pipi volt, jön velem, ott billegott utánam a kis keszek segével, és akkor egyszer csak megállt, na mondom, rohadjál meg, mert kaki is lesz. Visszafordul, nem mondom, akkor csináld egyedül. Nyitva hagytam neki az ajtót, hát olyan kis cuki. Hát már most már nyanyásan nyomja, most 8 éves el volt, úgyhogy ő már, hogy tiszteletre méltó korban van. Szóval a vasalásra megcsúsztál, és innentől kezdve borult minden. Igen. Jó van, dobd a lóvét, ez a lényeg. Ez már be van, adjuk egy civil szférát, dobd a lóvét. Hagyjuk. Így van, pénzbeszél. Gittelt a kutya, vagy nem gittelt a kutya. Így van, tessék bedobni a lóvét. Gyűlik egyébként szépen, tehát hogy majd el kell döntenünk majd december környékén, hogy mi lesz a sorsa. Melyik szervezetet juttatjuk a csúcsra, mert annyi pénz lesz, ami jó. Melyikünk szervezetét. Mert nem úgy, valami jótékony célra ajánljuk fel. Hát az a Vadomirág jövőért. Alapítványnak bevetesszük. Igen, van miért izgulnia a gyereknek, ugye? Figyeljetek, nagyon komoly összegnek tűnik már így. Most azt veszem észre, hogy miután 2-3-szor egy adáson keresztül rápillantottunk azokra, akik esetleg adott esetben az automatába dobálják az aprót a mi perselyünkből, azóta nem csökkent. Azóta nem csökkent, ez egész biztos. Meg hát el is viszed minden nap, úgy ezt ne felejtsük el. Kettőre van záró. Na, hogy áll a tenisz, gyerekek? Mi van? Jézus Istenem. Tényleg, hát ezt mi kérdeztetük volna tőled, ha érdekelne minket, de mit nem mondtam? Tudjuk. Mit mondtam, de nem volt Csillis congára, mit mondtam? Hát nem, azt mondtad, hogy akármelyiknél kijött. Nem Csillicset mondtam egyébként. Igen? És Csillics le? Mindjárt nézem. Hát persze! 4-6 az utolsó szett, Csillics. Miért nem tettük meg? Mit? Mondtam. Ha Frabátot megtettük, akkor a Balázs miért nem tettük meg? Mondtam, hogy Conga Csillicsnél Csillics esélyesebb, és 4-6 utolsó szett, 5 szettben. És hogy áll Gyokó? Teniszezik még. Jól, nézd meg. Gyokó. Kicsit stabilnak tűnik. Hát igen. Azt hozni fogja. De most miért játszanak? Még már 2-t megnyert, nem? Az azt jelenti, ez a 6-os nála. Igen, 6-1-3-6-6-3, akkor minek kell még egyet játszani? Az nem 2-1? Nem. Úristen, ez mekkora szőlőcukor lehet? Az van rájó, hogy... Miért nem? Hogy López. De most komolyan kérdezem, hányat kell nyerni? A Grand Slameken 3-at. Az anya úst. Feliciano López-zel játszik. Ő egy spanyol játékos. Nem is rossz spanyol játékos. Gyors pályán nem annyira jó. 1-1.
első szettet nyert egy Okó, aztán 3-6-6-3 megint, és most 1-1, és kiadogat, López adogat. Sima ügy. Majd ma Roger. Oda jutnak a döntőbe, mert akkor szerintem Roger Gyokó döntő, tehát ez szinte. Arra hajlandó vagy fogadni, vagy kitalálsz magadnak megint valamit? Nem. Jaj, a Rozsénak most fáj a váll. Nem, hát ő most nyert, sziasztem. Most egy Masters megint megnyert, ahogy az elsőt. A Gaskéval játszik, de utána pedig már jön a döntő. Menő. Úgyhogy játszhatunk. Jó. Illetve nem, utána még nincs döntő. Nem, ők játszanak, mi csak nézzük. Izgulunk. Ah, igen. Úgyhogy fogadhatunk arra majd. Király. De csak a gyokó. Nem gyokó tudom, Federerre? Te szokta kihátrálni, hogy ha izé van benne, akkor te nem fogadsz, vagy mondod. Én ott vagyok, tudom. És akkor mondom Zsűlöm Múlinak, hogy most szerint egy kis füstöt sajtot rakok rá, jó a változatosság kedvére, és aztán két hölgy azt történt, hogy be is jött a dolog, sokkal finomabb a füstöt sajtot. Ti miről beszélgetek? A fogadás része már engem azért érdekel. Na, hát akkor... Ki mit üt, az annyira, nem? Persze, vérszemet kaptál tőle, hogy tegnap benyert azt az irgalmatlan óccos ilyen kis három papírpénz. Az igen. Játékpénz. Igen. Az csak játékpénz, gyerekek. Az csak játékpénz. Az jó volt egyébként, azt nézegettem azért. Én is egy picit így voltam miatt. Az jó volt. Nem figyeltek eléggé, hogy milyen tippeket mondok. Mondjuk nem mondott túl hangosan az ilyeneket, de mindegy. Nem mondtad. Ezt a tippet nem mondtam. Ezt megtartottam magamnak. Tipirígy vagytok, nem tettétek volna meg, mert izék vagytok. Puhapöcsök vagytok. Mi vagyunk puhapöcsök fogadásban. Hát a Jani csak biztosra fogad is 500 forintban. Tehát ő, hogy nem tett volna Kevin Anders óra Murray ellen, a fél kezemet odaadnám. Érted? Hát biztos, hogy nem tett volna föl. Pamelára annál feje. Na, mi újság van egyébként? Egyébként minden a legnagyobb. Egyébként minden a legnagyobb rendben? Egyébként minden a legnagyobb rendben van. Tegnap... Figyeljetek, láttam, bocsánat, hogy szabad vágók felé. Ne hülyeskedj. Tegnap láttam a Dombiról egy képet a Facebookon. Ilyen volt, ilyen lett típusú képet. Alakul. Hú! Csesztetem el. Azért kíváncsi lennék a szerződésére. Annyira vártam, hogy ezt is magadnak tudod be, hogy a Dombi miattam fogyott le. Uh-huh. Ez gyerekek, most mit csinálják, hogyha mindenki kicsit frusztrált lesz mellettem? Hát most ezzel nem tudok mit csinálni. Ez Rákóczi miatta ekkora szalagcímek lesznek. Nem a Dombit csinálni, lefogyasztottam, a Rákóczit leszoktattam. Gyerekek, nem tudok mit csinálni, azok, akik velem dolgoznak, azok jobbá akarnak válni. Hát most van egy ilyen kisugárzásom, hogy elkezdtük dolgozni, és mondta, hogy akkor ő szeretne az előadásra lefogyni. És elindult. Tehát nem azért volt, mert a vezető operatőr azt mondta, hogy nem tudok nyitni. Ennél tovább nem tudok nyitni, hogy beleférje a Dombi. Nem tetek róla, hogy mindenkiből azt látom ki, hogy egy kicsit még jobb ember legyen. Tehát, hogy ügyesebb legyen, tehetségesebb, jobban fogyjon, többet fogyjon, szebben nézzen. Egyszerűen, ha közelebbe kerülsz, érzed azt az aurát, hogy ezt váltott ki. Ez jön, hogy lehetek még egy kicsit jobb ember. Igen. Hogy legyek én is? Hogy legyek én is egy kicsit jobb? Sebestén Balázs. Dombikám, hát akkor tessék ledobni valamennyit, és elindult, és jól halad. És mindig SMS-ezem bele, és írom neki, hogy mi van, hogy van, hogy áll, biztatom. De cseszteted is, vagy csak őt nem? Nem, dicsérek. Aha, én mindig dicsérek. Ezt így nem mondanám azért. De hogy dicsérek? Már nem vagy olyan dolga. Mindig dicsérek. Kövér vagy még, de már nem annyira. Hogy mi van vele, meg hogy hol volt, hogy áll. Úgyhogy motiválod. Hát, ez egy kisugárzás. Ez biztos ti is ismeritek, amikor mint tudom én, ti közeletetekben van valaki, hogy esetleg olyan akarna, mint ti, mondjuk ezt nem hiszem. De igen, hogy nem. Hogy de hogy egyszerűen együtt dolgozunk, és azt mondta, hogy akkor elkezd. Aki küzdelmes, kemény életet akar, csak az akar olyan lenni, mint én. Mert hogyan a lentről? Honnan lentről nehéz meg. De figyelj, mert a Dombinak azért ez egy nagyon komoly mús az életében, ez a hízás, fogyás, stb. Megtartom-e már elért eredményeket, nem tartom meg, jó effektus, stb. Tehát, hogy neki ez nagyon-nagyon komoly. Bizonyos. Én még nem láttam őt ennyire jó állapotban. Most komolyan. Látszik is rajta, hogy az arca is tök slang. Bizony, hát 20-22 kiló. Nagyon komoly. Az élő talentre már olyan lesz, mint én. Nagyon jó. Na, nem lehet. Kigyúrja magát, lefogy. És mi a titok? Tessék? Azt megosztotta veled? Nem eszik. Hogy nem zabál. Aha. Hát ez mindig ez a titok egyébként. Vagy mondtad... Nagy titkok nincsenek, ne zabálj. Tehát ez ennyi. Meg a mozgás. Nem, ez tényleg nagyon egyszerű hangzik. Ne zabáljál. Mert akkor lefogysz. Nem eszel, lefogysz. Tök egyszerű. Nem eszik. És salátát, magvakat. Érted? Igen. Az ország 70%-a túlsúlyos, jön Balázs, és megmondja. De miért vagy kövér? Nem zabálsz, és lefogysz. Miért vagy kövér? Nem zabálsz. Meg a mozgás. Mikor nem vagy kövér? Ha nem zabálsz. Ez lehet ezt szépíteni, hogy egyél meg, ezt egyél meg. Ne zabálj. Nem leszel kövér.
Isten, hát felírjuk, várjál. Én meg vagyok. Gyerekek. Én azért lehet felírom, mert hogy holnap elfelel. Kimondom az igazságot, lehet ezért ne, 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 bárminek ne, tartani. Az vékony, szabász, vastag fintollal, egy MS-sel írt föl Feri, aztán majd van a fénymásolóban papír, Ákos? Jó. Nem szabálsz. Szorosítjuk. Lefogysz. Ne zabálj. Ez ne zabálj. Ennyi. És lefogysz. És ennyi. Hagyd és abba lefogysz. A zabálást. Nehogy ne térd meg a hűtő elé. 10 órakor ne zabálj. Éjszaka egyéb normálisan is ne sokkal. Ezt zárójelesen odarakhatod az aljára, de fontos a ne zabálj. Jó. Jó. Az jó. Nincs benne egyes írás hiba? De lehet. Ja, jó, te tévé kettős vagy, nem emigy egyes. Ennyi. Gyerekek, ez az igazság. Jó, meg is ne vagyok. Zabálj, és na, lefogysz. Felírtam mindenki. Ennyi, ez mozogni. Az üzenet mára. Mozogni kell, sportolni kell. Jól van. Nem enni. Hát ennyi. Király. Cigi, tedd le, és leszoksz. Új, ez is megírom, ezt is. De Feri, ne. Nem kell egyénieskedni, mert ez most már egy picit bele akartad magad szuszakolni. Nem, ez ugyanúgy sem. Ott leszel majd, ott leszel majd a széljegyzetben, majd valamikor arra. És amit elbuktam. És ott volt Sebestyén... egyébként a Rákóczi Feri és meg a Vadon Jönös, de ők nem tettek hozzá semmit. Ezt nyomtassuk. Ez megvan, lezártam, jó. És akkor azt hittem, egy ilyen lábjegyzet. Meg vagyunk. Ennyi gyerekek, ennyi. Na gyorsan megmutatjuk, mi történt velünk a tegnapi adásban. Fél hét se. És micsoda igazságok hangzottak el. Itt volt nálunk két fiatal, Zita és Árpi, akik körbe tekerték a világot, és nagyon-nagyon szimpatikusak voltak. Sok mindenről meséltek, rengeteg országban jártak, 4 éven keresztül tekertek, és hát ez egy hosszú nászút volt, 40 ezer kilométerrel zárták pár nappal ezelőtt a világ körüli turnéjukat. Bejöttek hozzánk, mi pedig arról faggattuk, hogy hol érezték magukat a legjobban, milyen volt, mit láttak, kivel találkoztak, ha ezt egyáltalán 20 percben el lehet mondani. És egy a fekvő biciklivel abszolválták ezt a olyan kevés mennyiségét, aminek a belövéséhez nekik is saját bevallásuk szerint kellett egy cirka 1000 kilométer. Bizonyám. Úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét múlt 3 perccel, ez történt többek között velünk tegnap. Jó kis beszélgetés volt, egyébként kedveltem őket, szimpatikusak voltak. Szóval 4 évig bringázni, az nagy dolog. Irigylésre eljutni, hát ez irigylésre méltó, igen, abszolút. Az ember még ennyire szabad, hogy ezt így megteheti, ha kell, dolgozik, ha elfogy a pénze, munkát vállal, megy, teker és világot lát. Hát milyen jó lenne azért ezt így. Fölrakod a két gyereket, a csomagtartóra, azt neki indultok. Nem ugyanaz, tápszer, sűrítő, cumisüveg, légzésfigyelő, megvan, gyógyszer, fülcsepp, igen, jön a foga, egy kis fogzáskép, induljunk. Lehetünk, Viki, megvan. Picit máshogy néz neki a bringánk, igen. Na, gyorsan meghallgatjuk Ákostól a legfrissebb híreket, ha valaki játszana, jelentkezzen SMS-ben, legyőzhetőek vagyunk, mert ugye a héten már legyőztek bennünket, semmi nem lehetetlen, úgyhogy jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Bizonyám, már élőben újra, itt vagyunk, 3/4 hét múlt 4 perccel, és Ákos is mondta, mi is mondjuk, hogy nagyon nagy baleset van az M3-ason, és már Magyaródtól lassú a haladás, úgyhogy kerüljetek, mert hogy még a nullás előtt teljes stop van. Leállított motorral állnak az autók, ezt Anett küldte nekünk. Állítólag a 18-es, 19-es kilométer körül van baleset, és emiatt már 5 kilométeres a dugó, úgyhogy senki ne hajtson fel az M3-asra, vagy aki még nem ért el a dugót, az meneküljön le a 3-asra, mert brutális baleset van az M3-ason, és mindenki áll. Na, játszunk, nézzük meg, hogy ki a hét. Azt mondja, hogy hétvégén egyszerre a 3. játékosam. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok, Attila vagyok. Attila, hello, honnan hívtál minket, Attila? Éppen Máté Szalkára tartok az M3-ason. Az M3-ason. Máté Szalka felé tartasz. Láttad a balesetet a másik oldalon, vagy már előrébb vagy? Én írtam az SMS-t, ott egy kocsi kalakorlát ütközött, rendőrautó volt ott, aztán igazából ennyi, még nem történt semmi. Akkor még nem történt semmi. Aha, most már állítólag tréler is lesz, és viszik el, és nagy-nagy dugó van. Na, mit csinálsz, Máté Szalkám? Területi képviselő vagyok, járom az egész országot szemüvegkeretekkel. Szemüvegkereket értékesítesz? Igen. Csak a keretet? Csak igen, kereteket, napszemüvegeket. Van egy táskád, és ott tele van szemüvegkeretekkel? Hát van egy kocsi, teli van rakva 4 táskával, és egy ilyen több ezer keretet.
Tétek magammal. És ezt megállítasz embereket utcán, és nekik megmutatod? Vagy munka helyekre? Nem, optikusokhoz megyek magán. Na, erre ugye már hogy néz ki ez a szemüveget? Viszont van egy alternatív, vagy jöjj a parkolóba. Terítőkés és szemüveget. Hát most parkolóban állok, tehát ilyet bárki. Olcsón adok keretet. Kivel szeretné játszani? Ferivel. A szemüvegessel. Nagyon helyes. Hát egyértelmű. Jó, a bizniszt kötünk. Na, indítjuk akkor az órát. 3-2-1, Jani. 3-2-1. Balázs. Tudod, milyen szemüveg keretet keresek már egy éve? Hallgatlak. Sárgát. Van neked? Van. Létezik. Igen. Ott a vége. Köszönjük szépen. Ott a vége. Nagyon jó volt. Ha munkára kell beszélni, ennyi. Ennyi. Attila, azt a kutya fáját, hát pedig... Mi a villám? A betyárját szép volt, Feri. Még azt hiszem, te írtad, hogy nem is tudott még eddig senki megverni, nem te írtad azt az eset? Nem. Én még iskolába játszottam, hát sokat. Iskolába? Hát az akkor elmúlt. Legalábbis hát, ennek a hatása. Rég volt. Régen volt, igen, mert hogy... Melyik parkolóban tudunk találkozni, azt viszont egyeztessük. Jó, rendben. Tényleg sárga keretet akarsz? Nagyon menő. Citromsárga keret. Igen. Teljes citromsárga? Igen. Fogadjunk, hogy nincs. Fogadjunk, hogy van. És ha nincs, akkor meg beszerezzük. A föld alól is. Befestjük lakkal, körömfestékkel, valamivel befestjük. Elengedünk. Jó, köszi a játékot. Nagyon szépen köszönöm. Csövi. Szia. Hello. Akkor így 2-1. Így is van. De jó ezt így kimondani. 2-1. Megindultunk. Nem engedhetjük most már ezt a hetet sem, hiszen oly sok nyert van mögöttünk. Minek szokjuk le róla? Nem ez szabad. Egy hetet sem. Egy hetet se adhatunk oda, úgyhogy nem lehet. Na nézzük gyorsan még, mit írnak a hallgatóink. Nem jár a metró az Őrs és a Stadionok között. Az M3-ast kerüljétek, nagyon fontos. Sárgán villognak a rádió jelző lámpája, hogy kerüld az M3-ast. Ott brutális dugó van, úgyhogy senki ne menjen föl. Azt mondja, hogy nem, ne zabálj és lefogysz. Nem az élet kemény, te vagy csicska. Mi jön még, mester? Van még nála, megnyugodhatsz. Érted, tehát és lesz jövő hét is, meg azután is hét, persze. Azután is, azért sok van még karácsonyi, de majd jönnek, írjátok, mi is írjuk. Így van, az új fogyiguru, aki legalább nem racsol. Mi van a sörrel, Bali? Kérdezi Ati. Az, minden hát, ne engedjünk minden, el. Minden nem kell azért elengedni, igen. Bali, ne vedd el Noibi munkáját. Nem szabad. Ennek rékese örülne. Ennek rékese örülne, így van. Na jó van, 6 perc, pontosan 7 óra jönnek a legfrissebb hírek az M3-ast. Kerüljétek Pest felé hatalmas dugóban, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki velünk van, aki itt van, országszerte, mi is itt vagyunk, és kezdjük a reggelt. Hát pontosabban már elkezdtük, de most folytatjuk. Vagy akik most csatlakoznak, azok most kezdik. Vagy hogyan ez? Illetve minden órában újra elkezdjük, és aztán minden csatlakozó az új embernek. Új embernek számít. Nem? Ma nem lesz retronap. Ma nem? Tehát, hogy ez nem is jön Hajdú Péter. Oké, így van. Semmi nincsen. Most véletlenül volt beszerkesztve, de Sanyi bácsi, hogy a Hajdú gyerekek hívják. Így van. Hetevén nem én voltam, nem az én kezem van benne. Nem DJ Oti nyitott a kis tubákos szelencéjét, hogy kiszökjön belőle. Kiszökjön belőle Hetevén, a Hajdú család örök barátja. Egyszer ez volt beszerkesztve. Egyébként jó, szeretjük, tehát meghallgatjuk. Meghallgatjuk szívesen, de nem jön Hajdú Peti. Nem jön Sarka Kata, és nem Hajdú a műsor producere. Tehát ez sem igaz, ahogy ezt többen kérdezik SMS-ben. Szóval nem történt. Úgymond tulajdonos váltás, egyszerűen csak be volt szerkesztve. Hedővei, és így ezért őt meghallgattuk. De hát így van, annyi erős az árukapcsolás, hogy Hedővénél már ugye azonnal eszedbe jut Hajdú Péter. Hát gyakorlatilag a család része. A család része mindig ott van. Minden frisbee-ben ott ül, minden családi rendezvényen ott van. Aztán itt lakik, nem? Igen, Magyarországon. Biztos, hogy ott van náluk valamilyen kis pecó ott hátul, valamilyen helyes kis házikó.
Nem, azért nem, Anna, az nagyon ne benyegarázban tartják fel. Széken, hátul azt alakítok a és kis gazdámnak szólítja Péter. Sőt, a gardróban, de és néha kiküldik a gyapot fölre, persze. Dehogy is. Bár szerintem sokan cserélnek azzal, aki mondjuk abban a garázsban te elraknál. Lakik, de igen, ellennénk ott még sokan, de hogy egyébként nem hiszem. Valószínű, hogy arra felé lakik ő is ott, igen. Is. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy így van a genyes, hogy porszívó, vasolodeszka, hedővé. Ennyi, és így bent így állnak így a gardróba, és amikor szükség van rá. Valamelyiket leakasztja. Csak jelentem azoknak, akik nem tudnak tenisz nézni, de érdekli őket a tenisz, mert talán vannak egy-ketten, hogy Gyoko behúzta. Gyoko behúzta, úgyhogy menetel. Menetel Gyoko, és Érika Féderel. És mit üzelsz azoknak, akik nem tudnak nézni, mert nem érdekli őket, de nagyon. Azoknak azt üzenem, hogy bírják ki ezt a pár percet, amíg a teniszről beszélek, nem sok, igazából minden órában csak egy 8-10 perc, de tudom, hogy sokan vannak, akik szeretik, úgyhogy Gyoko nyert, és menetel tovább, és Féderel pedig este játszik. Mikor fognak neked gravíroztatni egy táblát az érdemeid elismeréseképpen a rómain? A rómain, hogy például. Hogy köszönjük szépen a teniszsport érte. Tette elévületetlen érdemeidet elismerésképpen. Na, beépülök a teniszszövetségben. Egy ilyen alelnöki posztot. Mi lenne tényleg, hogy felkérnének, hogy legyél az arca, legyél a szóvivője. Tenisz arc. Hát ez egy ilyen alelnöki poszt, az nem feltétlen azzal jár, hanem hogy meccsekre jársz, pénzt hozol, szponzorokat hozol, igen. Tehát effektíve nem is kell kiemelkedő játékosnak lenni, hogy mondjuk valaki a teniszszövetségben dolgozzon. Jó, ha szereted a teniszt, megértesz hozzá nyilván, de nem kell, hogy eredményeid legyenek. Ott inkább az a fontos, hogy milyen kapcsolataid vannak, mennyi pénzt tudsz hozni, mivel tudod támogatni magát a sportágat. Behozol egy két zsák készpénzt, akkor az nagyon jó tenisz. A tenisz, ez minden sportban így van, hogy az elnök, persze, lehet, hogy egykori sportoló volt, de hogy lehet, hogy jó politikai kapcsolata van, sok mindent tud intézni, és hát támogatja magát a sportágat, behoz 50-100-200 millió forintot, akkor oda lehet érni egy elnöki, alelnöki posztra. De nem akarok. Hogy érzed? Nem. Nem, szerintem sima tenisz arc inkább az legyen. Tehát a sportág népszerűsítéséért. Ezek nem jók Balázsnak, ez az elnök, alelnök. Én ezeket nem. Most szereti. Elképzelje velem egy bizottsággyűlést, hát mi lenne? És most mutatom, hogy a farpofáimmal hogy tudom elmondani ezt. Hát tök magas pogácsa? Nem, az nem. Sajtos? Jó. Inkább a töpertés. Na, viszlát. Igen, mi ez? Víz? Meleg? Miért nem ideig? Na, kezdjük már. Szóval az nem biztos, hogy jó lenne, de szívesen foglalkozom a teniszen, szeretem. Hát meg sokan vannak azért, most azt gondoljátok, hogy egy ilyen magányos harcos vagyok, és minden hallgató unja, rengetegen játszanak, rengetegen nézik, rengetegen szeretik. Hát a tenisz az egy ilyen tömegsport? Igen. Magyarországon is sokan játszák, és sokan nézik. Ha az összes teniszezőt nézzük a világban. A kriketről beszélnék, vagy a nem tudom miről, az kevesebben. De a tenisz az sokan játszák Magyarországon, és meg sokan nézik is. Úgyhogy nyitott fülekre talál ez, hogy most mit játszott a Djokovic, higgyétek el. Tényleg érdekli az embereket. Most a titeket nem, hát most azon mit csinálják? Hát igen, a tanulási fázisban vagyunk. A szoktatásban. Igen. Szokod, majd megszereted. Hát egy ideje dolgozom rajta, de hát nem tudom. De lepattan jó, ez de is. Hát. Igen. Jó. Azt mondja, hogy milyen volt Pimasz úr tegnap. Látta valaki? Nem. Nem. Én se. Akkor ebben nincs. Kinél volt? A Ferónál, csak kérdezem, hogy látta valaki. Na. Ja, úgy a Ferónál, azt hittem, hogy már saját műsorra elindult. Vagy, hát az, hát az ott alszós. Ja, úgy a Ferónál, mert hogy a Ferónak is lesz egy műsora, csak neki egy másik csatorna. Nem, a Ferónál volt, a Ferónál aludott, és az arra lettem volna kíváncsi, milyen. És sörös vagy rockeres? Hát igen. Na, milyen lesz a Feró műsora? Azt sem tudom, hogy azt az M5-ösön Szeged felé 63-64-es kilométer között autó az árokon a leállósáv foglalt, de a forgalom zavartalan. Krisztián küldte nekünk. M3-as Budapest felé 18-19-es kilométernél baleset, de már elvitték a sérült autót, úgyhogy lehet haladni az M3-ason. Mindenki nyugodjon meg, nincs már dugó az M3-ason, illetve lehet, hogy még van, de megnyitották. Megnyitották, és lehet haladni. Na, Bali, unom a teniszt. Nem baj. Azt mondja, hogy... Akkor is mondom. Féderelnek szurkolok tiszta szívemből, de csak azért, hogy a barátom ne legyen elkeseredett, és este csodás legyen a szex. Látod? Aha. Látod? Hát, ha ezen múlik, akkor nagy a baj. Ma Féderer Gaszki. Csak mondom. Féderer Gaszki. Este csodás legyen a Gaszki. Szex. Gaszki nagyon jó, de Féderernek ezt hozni kell. Na, összeírogattad, hogy mikor dohányzol? Hogyne. Na, mutasd a listát. Mit akarsz?
Mondom, neked 4-50 kávé és ébredés. 5-50 kávé plusz napi pletykák Annával, cigi. 6-30 kávé, a tegnapi történések begyűjtése a portaszolgálattól, időjárás elemzés velük. 8 óra kávé plusz pletyi az emeleten, a titkársági pénzügyi információk átvétele, rendszerezése. Mikor leszoktatunk a cigiről, a következő a kávé lesz, mert 8 óra. 9 óra. Aztán pedig a pletyka. 9 óra. Pletyka, kávé, cigi. Udvari cigi, Árpi, a vezérigazgató köszöntése, kézfogással kérdés, szokásos gyerekek. Jól vannak-e? 10 óra. Szélszes találkozó az udvaron, a mit tudok Árpi hangulatáról kérdés megválaszolása. 11. Infocsere Lacival, plusz ő mit tud Árpi hangulatáról, még egy cigi. 12. Ebéd előtt és utáni cigi, plusz kávé. 13. Csak úgy cigi. 14 óra Annával telefon, pletyka, cigi. Miről beszéltünk reggel? Így van, de 15 órakor még mindig telefon, Annával pletyka, cigi. 16. Mielőtt az óvodába megyek a gyerekére, egy cigi. Jó. 18 óra Panna kézi edzés, kisúranás az edzésről, egy cigi. 21 óra fürdetés, mese, alvás, cigi. 22 taktikai megbeszélés a haverokkal a közös hétvégi fröccsözésről, fröccsel, plusz néhány cigi. Nem így, kevés. Így 20. Hát nem kevés. Nem rossz. Tehát akkor úgy van, hogy akkor cigi, kávé, pletyka, Anna, ezekről kell leszoktatnunk. Annáról nem kell semmi. Függőségi viszony alakult már ki ezekkel a dolgokkal. Nem, ez egy jó működő kapcsolat, semmi. Reggel Anna kávét főz, beszélgetünk, meghallgatom. Illetve Árpi. Na jó, azt értjük. Hát az, na, azt az kis az miatt adatok is se állok. Ez kötelező. Nincs mindig, amikor bejön a seggére csapok. Na, ugye, a lényeg, hogy először kipróbáljuk azt a módszert. Ez már módszer? Ez módszer. Ja. Ez módszer. Ez na. Az első módszer. Az első módszer. Ami nem működik, de nem baj. Hiszünk benne. Meglátjuk. Meglátjuk. Az első módszer az az, hogy lehúzzuk a fölösleges cigarettát, és csökkentjük a számot. Ja. Sokan próbálkoztak ezzel a módszerrel, van akinek működött, van akinek nem. Uh-huh. Nézzük meg, hogy az első módszer működik-e. Találjunk a napodban 5 olyan szál cigarettát, egyből a felére ne csökkentsük, az drasztikus. Nem, a sok. A sok. Találjunk 5 olyan szál cigarettát, amit kihúzunk, és ma már azt nem szívhatod el, hanem ahelyett majd adunk neked valami mást. Jó. Jó? Tehát 5 uh-huh. olyan cigarettát, amiről könnyebben mondasz le, és nem szívod el. Uh-huh. Tehát megpróbáljuk csökkenteni a napi adagot. 9. Mi 9? Már 9 óra. Ja? Azt mondtam, 9 óra. Megálltál egy számot. Én nem találok olyan pontot, 9. ami nem... 9 óra. Árpi köszöntési készfogás gyerekek kérdése. Tök jó. Nem kell ott egy cignek lenni a kezedbe, legyen virág. Mit szeret az Árpi? Jó, és ez igazából neki szól. Tökéletesen. Cserélt ki. Kihúzzuk a 9 órás, tehát 8-kor cigizhetsz egyet, kihúztuk a 9 órát, 10 órakor megint cigizhetsz. Legyen nálad egy doboz praliné helyett, megkínálod vele Árpit. A 9-est pont. A 9-est kihúztuk, tehát 8-kor elszívhatsz egy cigit. De akkor hogy megyek ki az Árpit köszönteni? Tessék, ha megvárod az irodája előtt, és ott nyalsz. Kimész. Az teljesen jó. Azt mondja, hogy... De legyen nálad valami, amivel megkínálod az Árpit a cigi helyett. Tehát igen, egy csomag Győri kezd. Nem kínálom meg, mert nem dohány. Győri kezd, praliné, rusz. Vagy sonka. Sonka. Panna edzéséről ne súrany ki, ott lehúzunk egy szál cigarettát. Tehát a 18 órás cigit kimaradt, tehát mielőtt óvoda egy cigi. No, nem már. Utána 18 órakor maradj bent az edzésen, 21 órakor szívd el a következőt, fürdetés, mese, alvás, cigi. Igen? 16-tól 21-ig ne. Na hát ott panna edzéséről nem menj ki. Ez nagyon sok. 16-tól 21-ig az... Jó, akkor elmondom neked. Maradj bent panna edzésen, húzd a fürdetés, mese, alvás, cigi, azt ott ne szívjál. Uh-huh. Jó? Tehát szívjál egyet 22-kor szívjál egyet. Igen. De most kettőt veszel ki erről az így? Nem, a pannát visszaraktam. Mondjuk ezt kérdezni akartam, ezt a 21 óra fürdetés, mese, alvás, cigi, hogy elalszol, és akkor a békasszádba rak egy égő cigi. Igen. Nem, hogy altatás. Jó, mondom a következő. Ja, altatás. 13 csak úgy egy cigi, ezt engedd el. Tehát 12 ebéd előtt, és utána szívjál nyugodtan egy cigit, igyál meg egy kávét, de a 13 cakú cigi, hát cakú cigi, itt nálam a legócokban. Mit szeretnéd, cak cigi? 3000 cak cigi. Azt húzzuk ki. Ugyanígy szólját szólt. Jó, ez 4, eddig, bocsánat, 3 szál. Jó, és szeretnék a reggelről valamit kihúzni neked. Hát most húztuk ki a 9-est. A 9-est kihúztuk. A szélszes találkozó jó. Azt mondja, kihúzom még a 11-es, tehát 10-kor kimész ott a Lacival, csetelsz egyet, beszélgetsz, megtudod Árpi hangulatát, stb. A 11-es már. A 11-est azt kihúzzuk, és délben újra rágyújthatsz. Akkor mi lenne, hogyha az ebéd előtti és utáni cigi helyett az egyiket, az előttit húzzuk ki?
maradjon meg a 11-es, a Laci, valahogy cízünk, de az ebéd előtt is az húzzuk. Az jó, kis egyébként. Az ebéd előtt is. Amúgy is az után ebéd ez előtt jobban esik. Ne dohányozzál. Ha nem gyújtasz rá, jobb lesz a kaja íze, majd meglátod egyébként. Hogy sokkal jobb lesz, jobban fogod érezni az ízeket, ha le fogunk szoktatni. Ezt egyébként is értem, hogy akkor a gurma, mint te, hogy dohányoz, hogy szét a száját kaja előtt. De kaja előtt nem zavarnak. A stéfhit, hogy... Na. 1-2-3-4 darab cigit szedtünk. Megnézzük, hogy működik-e. Jó, de mit csinálok helyette? Taktikai megbeszélés, haverok, a szex utáni cigi nincs beírva? Az nincs, hát az még az... mikor hazaérek, az már másnapra. Ez egy átlagos hétfő. Ez egy simátlagos hétfő. Már más, de még másnapra. Pihenjen az asszony hétfő. Hétfőn pihenjen az asszony. Jó, hát vasárnap döngettetek keményen hétfő, ha pihenjen. Nem lehet állandóan. Ha gyógyuljanak a sebek. Mindenkin a korbás nyomok, minden. Oké, na, tehát, akkor lehúztunk 4 darab cigarettát. A lényeg, hogy ilyenkor ugye mit csinálsz? Ugye nem adunk zellert a kezedbe, meg nem adunk meg fehér répát, sárga répát, nem kell semmit csinálni. Hoztunk neked valami mást. Jaj, de kedvesek. Tehát megadjuk neked a mozdulatot, de elveszük a nikotint. Ez egy jó dolog lehet. Tehát kvázi tulajdonképpen nem fogsz nikotint letüdőzni, de maga a mozdulat megmarad. Aha. Most hoztunk már neked Janival egy bikacsöket, azt szopogatod. Hoztunk neked Janival egy pipát. Hát zsenik vagy, hoppácska! Hoztunk neked egy pipát. Zseni. Ezt a pipát megtömködöd. Aha. Nem tüdőzöd le. Igen. Ízlelgeted a füstöt, a dohányt a szádban, és kifújod. Aha, tehát irány a szájra. Mit nagy láttál már pipázó embereket? Igen, ezt nem csalunk, nem kívánjuk a nikotint, a dohányt nem tüdőzzük le. Aha. Megtömködöd kicsiny pipádat, és amikor a kihúzott cigarettákat látod, hogy most Bali és Jani azt mondta, hogy nem szabad rágyújtani. Pipázol. De az a baj, hogy a pipa hosszabb idő. De az egy szeánsz. Bizonyám. Nem foglalkozol a cigarettával, le van kötve a kezed, nem hiányzik, megtömködöd, és pöfékezz. Bizony. Kimész ide majd 9 órakor, és pipázni. És van stílusa. Hát, hogy ez valljuk be őszintén, cigaretta, oké, rendben van, persze, van, aki tudja azt is szívni, úgyhogy hogy ilyen, nem tudom, cigaretta véges legyen, érted, legyen stílusa, de a pipa, az maga a stílus. Csak mondom neked, vaníliás dohányt hoztunk neked. Hú, de jó. Hú, de jó. Vaníliás dohány. Egyébként jár a kezed, tömöd a pipát, csinálgatod. Nem gyújtasz rá, 20 száról lejössz 15 szárra, és a kimaradt szálaknál mindig pipázol. Nagyon jó. Jó? Zseni vagy. Ez, de tényleg. Ez a feladat. Nézzük meg, hogy mit csinálsz. Hogy áll a pipa egyáltalán? Árpikám. Mi a helyzet, árpikám? Gyerekek, már rég nem találkoztam. Pipázok. Kajikákat fújsz, régi balladákat mesélsz, régi történeteket mesélsz a gyermekkorodból, és pipázol. De nem tüdőzöd le, nem csalsz, és megnézed, hogy amikor leteszed a pipát, rágyújtasz-e újra, és több nikotint viszel be, annyira ideges vagy, vagy tudod tartani a 15 szálat. Jegyzetelj, mindig nézd meg, hogy nem elbuktam, rágyújtottam, nem bírtam. Ha közben rágyújtasz, mielőtt az újabb kirendelt evangéliumod lenne, mondjuk 16 órakor, mint ami óvod előtt egy cigi, akkor írd föl, hogy nem bírtad ki, 15-30-kor rágyújtottál. Tehát tudjuk, hogy a tiltásait helyett rágyújtottál-e valamit. Jó, de szép darab. Nagyon igazi kézműves munka. Kézműves kis pipát szereztünk neked. Jó? Később még megcsináljuk azt is, hogy még kerekebb legyen a sztori, hogy kapsz hozzá megfelelő fejfedőt is, mert azok, akik pipáznak, mindig hordanak a nagyon fura fejfedőt. Gondoljuk csak Sherlock Holmesra, a Piszkos Fredre, mondjuk Leslie Lawrence-re például. Nagyon jó lesz ez, Feri, majd meglátod. Később, ha akarod, add a hangot. Ha akarod. Megvan. Imádni fogom, hogy kim pipázol majd. Jössz. Nagyon jó. Hogy feltűröd az inged ujját, felrajzolunk az egyik kezedre egy horgonyt, a másik kezedre pedig egy konzerv sperma. Baj van a részettengerészen, baj van a részettengerészen. Gyerekek, tudjátok, hogy 3 napon 26 szállat fog szívni. A módszerünk nagyon hatásos. Oké, mondom mindenkinek, hogy nyugodjatok meg. Ez az első módszer. Sokan írják, hogy ez nem működik, rendben van, mi kipróbálunk egy csomó módszer. Tehát nem arról van szó, hogy a Ferivel ma letetetjük, mert abban nem lenne műsor. Tedd le, nem dohányzol. Lehet, hogy nem is menne. A fokozatosság elvén keresztül próbáljuk az első módszert. Így van. A csökkentett dohány és nikotin mennyiség. Működik-e ez a rendszer? Ha megyünk tovább. Az egészségi részét nézzük a dolognak. Most ebben a pillanatban, hogy a pipát adtunk a fene a kezébe, és kiúztunk 4 szálat a napjából, tehermentesítettük a tüdejét. Így van. De lehet, hogy aztán még idegesebb lesz, és este 22 órakor... felé. Este 22 órakor nem kettőt fog szívni, vagy egyetlen azt mondja, gyerekek, még nekem 11 óra, 10 perckor ki kellett jönnöm, mert olyan nikotin éjségem volt, hogy még kettőt elszívtam. Akkor temetjük a rendszert,
és előállunk a második fejezetben. Éjtra. Jó? Egyelőre csomó fejezetünk. Egyelőre megnézzük, hogy működik. Ma biztos, hogy te leszel egyébként az udvar sztárja. Mert nő leszek? Jó, tessék a dohányod. Nagyon jó, egy kis vaníliás. Mert azért úgy lenne igazán jó, hogy nincs hozzá dohány. Há, de szereztünk neked mindent. Finom vaníliás. Jó? 5 szállal próbálj meg kevesebbet szívni. Nézd meg a lelkiállapododat, nézd meg, hogy hogy vagy, nézd meg, hogy hiányzik az az 5 szál. Egyet, hogy bírod? Hiányzik, már most hiányzik, hogy kihúztuk. Mit húztunk ki, a 8 órásat? A 9 órásat húztuk ki, hát a 12-es elsőt, 13-asat és a 21-eset. Nem jó a mentális hozzáállás. Kétfajta mentális. Jó. Nem jó. Hát, tehát az egyik az, hogy vizualizálod, hogy egészségesebb vagyok, jókedvű vagyok, jobban azért érzem az ízeket, és elindultam a leszokás után. A másik, hogy erre ráparázol, elkezdesz izgulni, és már most úgy van hiányérzeted, hogy még igazából nem is hiányzik a nikotin. Mindig pozitív dolgokat kell súgni. De már hiányzik. Tessék? Igen, most már mert már ráfeszültél, hogy napi 5 szállal kevesebb. Hát de ne felejtsd el felé, hogy ez egy nagyon okosan felépített rendszer. Igen. Nem azért, mert mi is benne vagyunk. Hát kaptál érte valamit. Tehát, hogy az, hogyha valamit elvonnak, és nem pótolják, az a gáz. Tehát te most kaptál egy nagyon szép pipát. Mindig vigyázunk rá, hogy a kezed le legyen kötve, meg legyen a füst kifújásának az élménye, csak nem adunk igazi nikotint, igazi dohányt. Ezt te tüdőzz le. Tehát a szájban egy kicsit forgassam meg, öblöges, hogy azért mégis. Jó? Aha. Használati utasítás a pipákhoz. A pipát mindig nyugodt körülmények között használjuk, ez fontos. Ne legyél ideges, soha pipázol. Minden használat után óvatosan egy irányba csavarva szétszedjük a szopókát, és szálkefével kitisztítjuk. Jó? Hol a szálkefé? Ne felejtsd el, hogy tisztítsd a szopókát. Napi egyszeri használat után 24 órás pihentetés ajánlott, így lesz a pipa mindig jó ízű, és hát akkor ez nincs. Nem, figyelmükbe ajánljuk az Apropó Pipa című könyvet, melyben eligazítás kapunk. Na jó, köszönjük szépen a pipa forgalmazójának az önreklám. Gyerekek, hát a könyvet lehet, az így kultúra. Egy pipából mindig egy aromájú dohány begyújtása ajánlott. Jó? Tehát mindig egy sárga barackos dohány. Megint a forgalmazónak egyébként tudod, a minden pipa. Minden dohányhoz mi így van, minden dohányhoz más pipa. Törése, repedése, körte, pipákra garanciát nem tudunk vállalni. Nem tudom, mi ez a körtepipák. A körtepipát, ahol a másik forgalmazó forgalmazza. arra nincs gari. Na jó. Szóval a lényeg. Kellemes pipázást kívánunk neked. Köszönöm szépen. Egy picit bánt, hogy nem egy ilyen régi, hosszú szárú pipát hoztatok, amit így le lehet tartani pocakmagasságban. Végig egy kicsit ilyen mixátos. Az egy jó mix. Tényleg van is ilyen kép az öregről. Írd föl, hogy voltál, mennyire voltál ingerült, sikerült-e tartani? Ha már most kicsit azért kimennék. De most már ráparáztál erre, de megvan még, arra gondolj, hogy megvan a 8-as adagot. Tehát soha ne a félelem faktort nézd, hanem mindig pozitívan gondolj arra, hogy de jó, 5 szállal kevesebb. Aha. Jaj, de jó, nekem már elkezdtem egészségesebb lenni. Jó. Már elkezdtem meggyógyulni. Jó? Mi, beteg vagyok? Nem. Most akkor hány, 4-et vagy 5-öt húztunk? 5-öt. Nézd már 5-öt. 1, 2. Egyet szabadon kiúszhatsz. 3. Jó? Ja 4, ez csak jó? 4 tényleg. 4. Na. Kezdjünk 4-gyel, nem kell 5-öt kiúszni. Mi ahogy egy új függőséget alakítunk ki ezzel a pipával. És itt fog menni. Állandó, itt fog dohány. Itt fog jönni, menni. Watson, bocsánat, Harpy. Jaj, én nagyon hiszek benned. Én nagyon hiszek benned. Én a rendszerbe kevésbé. Hiszel. A rendszerbe kevésbé. Igen? De már megvan a második rendszer, ha ez elbukna. Tehát, hogy fel van építve a dolog. Gyere, tele vagyunk ötletekkel, de nézzük. Jó, ezzel most meddig próbálkozzam? Hát ezzel egy-két napig kell próbálkoznod, illetve hát ha ma este már nagyon beteg leszel, akkor értelemszerűen elbuktunk. A gyerekek imádni fogják. Akkor ez nem működik. A gyerekek imádni fogják, és az összes kedves nyugdíjas is a házból. Erről kell rágyújtani arra a finom dohányra, amit kapott a fiúktal. Feri, bízzál velünk, nem sokára véget ér. Véget ér a sztori. Végére lesz a tobákoródnak. Hosszú még az út, de nem sokára. Nem sokára véget ér, igen. Na, hát akkor jó jegyzetelést, jó dohányzást, jó pipázást. Jó? Jó szelel? Nagyon finom. Szelel? Már így önmagában is. Helyes. Na, lehet jelentkezni játékra, jó? Azt mondja, hogy januárban tettük le a cigit, februárban 3 hónapra elvesztettem az ízérzékelésemet.
az, hogy Ferének nem pipa kellett volna, hanem egy didzseridó. Írja valaki. Igen. Pipát kaptam a járdóba, miután először leszoktam a cigiről, Ferinél a következő lesz a folyamat. Próbáltam. Pipa keveset, pipa sűrűben tüdőre, pár szivar, aztán sok szivar, tüdőre, fél doboz cigi, egy doboz cigi. Szóval buktad. Esélytelen. Gumi küldte nekünk Nagyváradról. Aztán Zahár Gábor is pipázik, jó? Vigasztaljon a tudat. Vegyetek a Ferének elektromos cigit, van nikotin. Nikotinmentes. Megnézzük majd azt, azt is. Megnézzük azt majd is. Ma reggel láttam egyébként, akkor volt, mint egy kisebb furúja. Igen. Jó tanács a Ferének, térdelve ne pipázzon. Köszönöm, jó, nagyon kedves vagy, jó. Azért te semmiféleképpen ne felejtsd el, igen. Több mint 7 éve nem dohányzom, annyit beszéltek róla, hogy mindjárt rágyújtok. Jó, küldte nekünk. Feri, azért az érzet, hogy ez Janék részéről olyan, mintha pápa azt oktatná, hogy hogy kell szexelni. Igen, nem fog körülbelül, nem én hiszek sikerül. Bennetek. Nem fog sikerülni. Jó lesz ez. Egy kis okosságot adjatok Ferinek. Kettőt alszik ugyan a héten, de 5 ébredés után a cikk kimarad, írta valaki. Feri, rendelj papot, vége van. Jött ez is SMS-ben. A lányod edzésén, ha nem szöksz ki, hogy pipázol? Ezt nem ennyire értem. Úszás? Most sajnálta meg Ferenc, komolyan. Megsajnáltak. Hát lehet is szerintem, amit így nyomtok most már hetek óta erre a sztorira. Igen. Feri, leszokni nem fogsz, de Balázsok legalább hülyét csinálnak belőled, imádom. Na, tessék. Ezért vagyunk. Szörnyű, hogy így átláttok ezen. Ez egyszerűen elkeserít, hogy egyszerűen már jó ízűen se tudunk hülyét csinálni, úgy senki, hogy ezen ne lássatok. Hát, ennyire egyértelmű. Komolyan mondom. Nem esik ez ennyire jól, hogy ilyen szinte átláttok a kártyáinkon, hogy mire játszunk ilyen. Az ilyen SMS-eket rögtön töröd, Laci, hogy megváltok. Ne leplezzetek le bennünket. Ne leplezzetek le bennünket. Rá fogjátok szoktatni Ferit a pipázásra. Gábor írta nekünk. Feri, a pipa jó ötlet, ha nálunk itthon valamit helyettesíteni kell, akkor egy laza pipa mindig működik. Ó, de jó. Kaptuk ezt is SMS-ben. Na, Feri, ettől 2 nap alatt leszel pipa. Na jó. Srácok, már most azt kell mondjam, hogy igen? Köszönöm. Miért? Idegesek vagy? Köszönöm. Még nem. Nem, ez tök jó egyébként fogni. Ugye? Aha. Hogy van valami a kezedben, ebben abszolút igen. Hiszem. Picit azt az érzetet kelt, hogy komoly lexikális tudással rendelkezik. Azt nem, azt azért nem. Jó, azért nem túlozzál. Azért egy ilyen pipával még. Jó, azért ez ennyire ne túlozzál. Ennyire ne túlozzál. 7:30 pontosan 1 perccel, ha valaki játszana Óvány bácsival, jelentkezzen SMS-ben. Várunk friss közlekedés híreket, és mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz. Pontosan 1 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Zuglóban a Füredi út és a Gadányi út kereszteződésénél sávlezárás van. A Rákospataknál egy sáv járható, a Rákosi út a város felé teljesen beállt, kerülje mindenki. Valamint az M3-ason már jól lehet haladni Pest felé. Elhúzták az autót, úgyhogy nincs dugó. Megindult a forgalom újra. Újra mehettek a 3-ason. Budai alsó rakparton motoros gázoltak az Erzsébet híd után. A földön fekszik szegény. Ó, vigyázzunk egymásra, Adri küldte nekünk. Már jár a metró a Puskás és az Őrs között, úgyhogy ott is minden rendben. Ancsi üzente, valamint van egy baleset halászteleknél a műúton, autó az árokban, rendőrök a helyszínen, MB üzente nekünk. Köszönjük szépen. Na. Ferinek megnéztem, van bourbon viszkis és cherry likőrös is. Köszönöm. Csak mondom, szépen. Hogy... Cherry? Uh-huh. Cherry likőr? Cherry likőr. Jó is az. Fincsi. Már alig várom, hogy rágyújtsál. Hát figyelj, te izgulsz érte a legjobb. Az illata, látod, olyan kellett volna. Jött a Jani, kibontotta a kis dohányárumat, és 5 percenként jött szagolgatni. Neked adjam a felét? Nem. Mert most az a fontos, hogy te leszokjál. Igen, nem most, hogy te rá. Érted? Tehát, hogy... Mindig máshogy hallom ezt a tele szokjál, és engem pillanatra mindig felkapom a fejem. Hogy végre valami. Hallottátok Ákostára ezt a 2 óvodást? Ez egy nagyon helyes történet. Tehát oroszok voltak, ugye, és innentől kezdve azért mindenre van magyarázat, és értjük a dolgot. Megszervezték, megtervezték a szökést az óvodából, az óvoda homokozójából elcsent műanyag lapátokkal kiásták magukat. Kiásták magukat az udvarról, egy kis alagúton jutottak az utcára. Tehát milyenek lehettek itt a szülők, ugye? Hány évet ültek? Hát. Mit meséltek a gyerekeknek? Na Igorka. 72-ben, amikor apát lecsuktál. Apád úgy szökött meg a börtönbe. És elmentek, hogy ők sportkocsit vesznek, mert szerettek volna maguknak Jaguárt. Hát ebből is többféle kérdés felmerül rögtön az emberbe. Egy, milyen volt az óda, amiben meg kellett szökni, tudod, a lakutatásval, tehát hogy az is megérne egy misét, meg hogy ebből látszik, hogy a gyerekek ott egy picit, mint a korábban érnének.
De hogy van szép cél, érted? Tehát, hogy luxusautót akarsz venni, nem egy izét, egy, nem tudom, egy ladát, vagy akármit kint, hanem neki céljai voltak, és gondolta, hogy akkor szerintem... De napokig, hetekig ásták, igen, és minden nap bementek a homokozóba, egyre mélyebben voltak, és senkinek nem tűnt föl, hogy 4 méter mélyen áll már a gyerek, hogy fekszik bent a homokozóban, és elindultak a föld alatt ki, a kapu alatt, kiásták magukat, mint amikor klasszikusan a filmen börtönből ásod ki magad. Így van. Zseniális. Hát nyilván az, hogy anyu behozza 7 körül a gyereket, és csak este 6-kor jön érte, ezen intervallumban pedig ugye van nyitva a Jaguar szalon. Tehát utána később már nem tud Jaguar. Hát menni kell. És szerintem egyébként arra is volt terv, hogy a pénzt honnan szerzik meg rá. Hát nyilván lenyúlták az ebédpénzt. Biztos. A vezető avolénének az irodájából. Igen. És hát itt azért egy komoly szervezési munka lehetett, mert valószínűleg az volt, hogy amíg az egyik ásott, addig a másik sasolt. Addig az egyik hát őrségben volt. Nyilván, hogy közelednek-e. Ugye ők azt csinálták, Jegor, a dadus! feküdj! Elcsenték a lapátokat a homokozóból, és nem is a homokozóban ásták ki magukat, hanem a kerítés mellett kezdtek el ásni, és átásták magukat a kerítés alatt. Majd kisétáltak a másik oldalon, és elindultak a sportkocsi szalomba, hogy akkor ők bevásárolnak. Csak rájöttek, hogy nincs náluk elég pénz. Nem tudták kifizetni a Volga kabriót. Elképesztő. Ekkor szereztek 2 Uzit, tudod? Ja, igen. Azért itt kíváncsi lennék, hogy... És kirabolták a gumár ruházat. A gyerekek azért sokszor elkövetnek ilyeneket. De hát ez egy profi módon megtervezett szökés. Tehát lehet, hogy látták a Remény rabjai című filmet, tudom, Morgan Freemannel, vagy én nem tudom. De minden esetre kiásták magukat, hogy ők sportkocsit vesznek. Ez menő, nem? Jó, ezt megcsinálja a gyerek, nem tudom, hogy le tudnám ezt szúrni, mert ez közben azért, mint szülő, kicsit tetszik. Az, hogy egyedül megy őrizetlen a gyerekként, az nyilván nem jó. De azért ez így rögtön. Kijutottak, igen, és egy járókelő vette őket észre, aki elvitte őket a rendőrség, mert a két gyerek baktatott az autószalon felé, csak rájöttek közben, hogy nincs náluk elég pénz. Tehát nem tudják megvenni a sportautót. Hát, vagy látták a hírekben a köpcösnek a szökését, ugye? A legkisebb drogbára, ugye, tudjuk, hogy egy ilyen kilométernyi hosszú alagúton keresztül szökött meg, amit nagyon hosszú most nem is régen, neki. Igen, és most éppen a nagyon okos fia posztolt róluk egy képet a Twitteren, azt hiszem, és megfeledkezett arról, hogy amikor posztolja ugye a képet, ahonnan posztolja, a helynek a neve is felkerül, hiszen valószínűleg be volt kapcsolva a GPS-t a telefonján, úgyhogy ki volt írva alá, hogy Costa Rica. Igen. Kint lehetett a térkép, a szökés meg van, a szökés sorozat? Igen. Igen. A csávó bement, és hátán volt a térkép. Jevgenyi ilyen volt. Itt az egyik is Oleg Razgul fölrakatta magán azokat a térképét, és azzal indult el, a másik pedig leolvasta, és úgy ástak, hogy szellőző csatornán menjenek, kerítés alatt menjenek, hol a legegyszerűbb ásni. Tehát ők erre hosszú ideje készültek. Milyen tündériek lehettek, amikor ők ketten kitalálták, hogy ássuk ki magunkat. És elindult a kommandozás. Lopd el az ásót, hozd a szerszámot. Bizony, kellett szerszám hozzá. Keressünk egy helyet, ahol nyugodtan áshatunk. Zseniálisak, nem? Hol puha a talaj, hol nem ütközünk gázsonkba. És 2-5 éves elkezdett baromira ásni, és kiásták magukat. Azért ez nagy hiba az óvodától, meg az óvónőktől, hogy ezt nem veszik észre. Nem? Hát igen. Nem tudom, ekkorák ott az orosz óvodák, tehát lehet, hogy 4 hektárnyi területen vannak. Persze, tudom, nem tudom, hogy hasonlóak-e a magyar állami óvodákhoz, ahol azért nincsenek akkora területek. Tehát lehet a gyerek valami gesztenyefa mögött ásott, nem tudom. Na de akkor viszont azt tűnik föl, hogy nincs ott a többiekkel. Vagy pedig egy sokkal komplexebb akciónak volt csak a része maga. Maga az ásás, mert hogy volt ott egy eltörő akció és egy óvodalázadás. És az óvodők éppen azzal voltak, hogy éppen azzal voltak elfoglalva, hogy lefolytsák, vagy elfolytsák a lázadást, hogy elvegyék a fegyvereket a gyerekektől. Amit csak terelésképpen szerveztek meg, ugyanezek. Úgy érezik az óvodások. Megbízták a kis pajtásaikat. Igen, a másik hogy oldalon felgyújtjátok a kukákat. Igen, megtámadjátok az étkezőt, elfoglaljátok a konyhát, mi addig szépen kiássuk magunkat. Azért jössz haza, vagy mész az óvodába, és mondják, hogy kedves apuka, a gyerek kiásta magát, és elindul sportkocsit venni, mosolyogsz. Én büszke lennék. Ugyanakkor nyilván megijedsz, hogy kint volt egyedül az utcán, jaj, mi lett, persze, tehát a szülői aggódás azért az örök érvényű. De azért ez kicsit menő, hogy a gyereket kiásta magát az oviból, és elindult sportkocsit venni. Nem? Összerakta a tervet. Tök jó. Kiástjuk magunkat. Fatet. Mentünk sportkocsit venni. Én ezt kedvelem, amikor egy gyerek ennyire csibész. Nem? Ap, büszke rád, Jegorka. Anyád is csak most be van, még 3 évig a börtönben. Kijön nagyon. Én örülök, hogy ezt úgy értem meg, hogy pont kim vagyok én is. Itt valami ilyen vonal azért valami, ez a családi vonal biztos, hogy bejátszott. Igen. A családi vonal azért az benne volt, igen.
Meg biztos, én biztos vagyok benne, hogy benne volt még egy ilyen óvodai lázadás. És ahogy kitört az óvodai lázadás, amikor azt mondják, ez nektek csí! Ez nektek csája! Tehát lehet, hogy az óvónő felpeckelt szájjal, hátrakötözött kézzel ültek már a büfében a dadákkal együtt, vagy az óvoda konyhájában, miközben már kint ment a randalírozás. És a két gyerek pedig élt az alkalom, és közben gyorsan végrehajtották a terüket, és kiesták. Kiesták magukat. Azért az nagy meló. Azért az komoly, nem? Leásni, elindulni, átásni, hát azért azt csinálták egy ideig. Korán érő típusok. Jó, mondjuk arányában kisebb alagutat kellett ásniuk, hiszen ők kisebbek, mint a felnőtt. Na jó, de kisebb volt az ásó, meg kisebb az erő. Na, mondjuk, hogy azt nézed, akkor tök ugyanaz. Ha két gyerek elmegy iskolába, ott mit fog csinálni? Nem? Hát ott mennek, ha mennek, igen. Nem, miért nem mennek iskolába? Az életiskoláját fogják kijárni. Ők mit csinálnak? Nagyon aranyos kis történet. Na jó, van, játszunk, itt van már is a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Márti vagyok. Márti, hello Márti, honnan hívtál minket? Nyírpazony. Nyíregyháza mellett van. Nyíregyháza mellett. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Oké. Hát viszonylag mélyen vannak. Viszont. Nézik a Vadászat a Vörös Októberre című filmet. Ú, de jó film volt az. Vadász, egyetlen pendítés. Vasili. De szerettem. Jó, ez mi? Ez mi? Jézusom. Az egy magyar sorozat? Az mi? Az egy magyar sorozat. Ez egy magyar sorozat lesz, amit ki kell találnod. Az még nem nagyon volt. Figyelj. Ez egyenes. Hát ez a jobb-rosszban. Jobb-rosszban! Ilyenünk itt van. Így van. Sosem volt. Nézzük, hogy bizony, barátok közt light. Ez a jobb-rosszban. Így van. Igen. Nézed, Márti? Sokáig néztem, mostanában már úgy. Miért nem? Úgy annyira nem. Elveszett a távirányító? Valahogy úgy elmaradt. Leszoktál róla. Na, mindig van valami más. Igen, aztán. Majd lehet, hogy visszatérek idővel, de most nem. Hát magyar sorozat ritkán van itt nálunk. Mártikám, ügyi vagy, megvan az ajándékcsomag. Köszönöm szépen, örülök. Ez nagyon... Nagyon gyors volt. Nagyon gyors volt. Mivel foglalkozol, mit csinálsz? Kismama vagyok, most már itthon vagyok. Na. Egy 3-4 hét múlva fog megszületni a kislányunk. És most már nagyon várjuk. Akkor aludjátok ki magatokat még most. Jaj, nem már. De csináljuk ezt, hogy mindig, amikor leendő kismamákkal beszélünk, mindig nyomjunk el egy-két ilyet, amit mi is hallottunk annak idején. Bizonyám. Nem lesz semmi. Próbálom vele megbeszélni, hogy majd aludjunk, mert anya nagyon szeret aludni. Hát az fontos, igen. Hát rukkolunk akkor, ügyesek legyetek, jó? Köszönjük szépen. Hogy hívják majd a kis puját? Léna Csenge. Puja, hát a kis puja. Puja. Léna. Léna. Léna Csenge. Léna és Csenge, vagy Léna Csenge? Vagy... Léna és Csenge. Aha. Ketten vannak? Iktek. Nem, csak kettő neve lesz. Ja, csak kettő neve lesz. Léna és Csenge. Ha jól viselkedik Léna, ha rosszul Csenge. Nem? Tehát nevelési szempontból jó. Fehér orosz magyar házaspár vagytok? Nem. Kicsit olyan. Hogy két nevet adtok neki? Hát valahogy így alakult. A párom azt szerette volna, hogy két neve legyen, én meg mondtam, jó rendben. Na jó van. Oké, köszi a játékot. Puszilom. Én is köszönöm nektek, szépen. Ciao. Hello. 5 perc van, 8 óra jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk egy Jemmy Rockwai. Után... Fele vajon is mi lehet? Valamelyik Ferrari-et polírozza a garázs előtt. Így is van, számolja a kis pénzét, körbesétál a garázsban, a pirosat, a sárgát, a feketét megsimogatja. Amelyikkel menjek. Igen, ez menő, amikor sportautót gyűjtesz. Nem? Tehát mennyi pénzed van, hogy van 20-30 autód, tudod? Ezek egy gyűjtőd. Tehát nem sör alá tételt, vagy nem tudom, hogy sportautót. Teljesen beteg. Igen, ő ezeket gyűjti. Hát gyűjti, na most. De most 6 Lamborghini, 4 Ferrari, nem tudom, ez van. Mustang, Shelby, GT, nem tudom, mik állnak az ő garázsában. Sportautó.
sportautó. Sportautó. Gyűjtő. Nagyon durva. Egyszer láttam a Jay Leno-nak a garázsáról egy fotót, ő is ilyen hatalmas fan, és ő ráadásul nem csak jó, ő általában autókat. Egy autókat, oldtimereket, igen. Úristen, de olyan, mint a közlekedési múzeum. Ja. Hát csak kicsit többet ér. Igen. A miénknél. Ami abban van. Igen, hihetetlen. Nézzük az SMS-eket, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy tudjátok, mi van Budafokon? Áll minden, Zsú írta nekünk. Rettenetesen lassú ideg. Igen, a budakeszi út is a város felé beállt. Aztán a 710-es úton Balaton Kenese elkerülő három személyautó ütközött, frontális a rendőrmentő már a helyszínen. Ezt Mágus küldte nekünk. Ha tudjátok, hogy mi van a Budafokin, akkor írjátok meg, jó, hogy tudjunk segíteni. Egyelőre nem jött SMS. Csornán a Tököli úton a transporterből mérik a városból kifelé sietőket. Trafi az M86-oson, a Zanati felüljáróról mérik a Szombathely felől érkezőket. Hegyfalú után a 86-os főúton egy dobozos tranzitból kb. 20 menekültet fogtak el a rendőrök. A bámészkodók miatt lelassult a forgalom, ott is mindenki menjen óvatosan. M7-e 132-es kilométerénél mindkét irányban most pakoltak ki a rendőrök, úgyhogy vigyázzatok. És Zuglóban a Füredi út és a Vadányi út kereszteződésnél sávlezárás van, a Rákospataknál csak egy sáv járható, ott is lassabb a forgalom. Feriel Lawrence, oda egy pici nekem akkor? Nem. Na mi van? Volt, mi volt? 8 órás. 8 órás, az még cigi? Hát csak cigi. Jó, mondtátok, cigi. A csak cigi. A 9-kor cigi. Lesz csak pipa. Csak pipa. Mondjuk, erre azért rá kell készülni, tehát az lesz, hogy megszólalás vége előtt 5 percet, Feri már elkezd többni. Mert hogy ez nem olyan, mint egy cigi. Előhúzom, azt rájöttek. Bizonyám. Viszont ezzel mi hogy lehet meg csajozni, majd meglátod. Ezzel? Aha. A pipával? Persze. Hát egy másik korosztályt fogsz vele elérni, de... 60 plusz. Értem. Háj, de jó lesz. Az óból is bor. Bizonyám. Nem tudom, láttátok ezt a videót, nagyon helyesen. Nem illik neveken viccelődni, de nem lehetem emellett elmenni. A Duna TV-n volt egy videó, vagy illetve pontosabban egy riport, ahol a UPC szóvivőjével készítettek egy interjút, és hát az összecsengés azért a szenzációs. Tehát látod a hölgyet nyilatkozni, tudod, hogy a UPC-től van, majd megjelenik a neve, hogy lassúan ez. Szegény, hát nem illik, de hát azért ezt nem mehetünk, nem akarjuk bántani, meg névvel. Nagyon cuki, nagyon szimpatikus. Szimpatikus, nagyon cuki, egy szőkehajú hölgy, egyébként helyesen nyilatkozik, jól nyilatkozik, nincs vele baj, van. Flottul nyilatkozik, de jó pici szóvívő lassú van ez valahogy, valahogy az ember hirtelen nem tudja hova tenni. De nagyon helyes, igen. Jó pici szóvívő lassú van. Milyen a net? Ha ilyen poénok lettek volna most a legutóbbi Gávilgyi showben, én újra nézném. Igen, az ember elkezd hangosan gondolkodni, hogy kinek milyen szóvívője lehetne, ugye? Tehát milyen nevű embert kellene alkalmaznia. Tehát tényleg a Nébihnek, a NAV-nak, a MÁV-nak milyen szóvivője lehetne, vagy hogy kellene, hogy hívják a különböző szóvivőket, mert ez egyszerűen helyes. Jó, hát nem? A BKV-nak, az Autópálya ZRT-nek, de a Nemzeti Banknak, a MOL-nak, aki nyilatkozna tőlük, hogy mi lenne, vagy mi lenne a jó név, ahogy hívhatnának egy-egy szóvivőt. De lassúan etjük. Hát vannak fura összecsengések, de az élet úgy hozott, hogy mit, politikus is ismerünk Hiszékeny nevűt. Hát, nem értettem, micsoda, hogy? Hogy a politikusunk is van például Hiszékeny. Politikus Hiszékeny, igen. Hát az is érdekes. Igen. De ez nagyon helyes volt. Igen. Kiválóan nyilatkozik. Lassúan etjük. Amit ugye interneten nem akarod hallani ezt a szót, ha internetről amikor többek között. Amikor fölvételizett erre a pozícióra Anett, akkor aki őt fölvételiztette. Hát nyilván nem számít, tehát nem gondolnám, hogy azért ez számítana. De nem gondol, hogy... pont ezért nem gondolkodsz el rajta, hogy Anett, ne haragudjon, maga csodálatos, nagyon jól beszél, nagyon jól tudná képviselni a cégünket, de hogy a neve? De miért ebből én arra gondolok, hogy a UPC-nél lassú az internet? Hát én azért ebből nem azt rakok össze, hát hogy nem akarok nem, UPC szerződést kötni, mert azért lassú lesz az internet. Hát lassú nem, nincs pont, hogy nincs összefüggés. Na de hát milyen az emberi agy? Hát hogy ezen az úton azért elindulsz. Figyelj, lehet, hogy egyébként a szolgálat, mert látták, hogy nagyon tehetséges, nagyon intelligens a képesítései is, meg a tapasztalata is, megvan a munkaköröz, de azért belevették a szerződésébe, hogy egy éven belül meg kell házasodnia, és akkor lesz majd belőle Mészárosné Ellanett.
Ő egyébként tényleg így hívják, vagy ez egy ilyen mémia? Nem hiszem. Tényleg így hívják egyébként? Tehát ők valójában a UPC Hungária Kft-nek a szóvivője, mert ugye ma már az internet világában, nem tudom, simán elindulhatott, valaki fölkapta, látt, kiraktak egy mémet, hogy Duna TV elindult, és beírták a nevét. Tehát valójában tényleg így hívják, igen? Hát a szóvivőt. A legnagyobb közösségi oldalon van. De akkor van ilyen. Van, igen. Ez tényleg az ember hangosan gondolkodik, hogy kinek milyen nevű szóvivője lehetne, ha egy kicsit akarnák humorizálni. Nem? Hát kinek van? MÁV-tól nyilatkoznak sokan, a mentőszolgálatnál nyilatkoznak ugye sokan. Siréna Zoltán, vagy NAV, Névi, MÁV, kik azok, akik, mely szervezetek, vagy kik azok, akik még sokat nyilatkoznak. Ugye a Szűcs Panni van, ugye? Igen. Őt szoktuk megszólaltatni. Igen. De hát mi lehetne például? Szóvivőre, szóvivőnek például Rizsa Lajos. Rizsa, csak a Rizsa Lajos. Hát az bárhova jó szóvivői név. Rizsa, érted. Tehát, hogy egy simán lehetnének ilyenek. A neve alapján van egy csomó ember, aki egyébként furcsa hivatásban dolgozik. Tehát, hogy van tényleg, akinek a neve sokszor passzol a hivatásához, vagy éppen pont az ellenkezője. Tehát nagyon sok ilyen van. Benneteket hogy hívtak gyerekként, vagy mi volt a becenevetek? Volt valami? Nekem nem volt semmi? Feri, nem hívtak sehogy? Nem volt ilyen gyerek becenev? Nem volt ilyen. Semmi fura név? Ahogy hát becéztek téged? Nem szerettél? Köcsöges. Ez ott egy köcsös szemüveges szegény. Megérte, hányatott sorsod volt. Jelenformáló. Az ilyen. Így is lehet mondani, igen. Írnak egyébként hallgatók, hogy kinél milyen nevű ember dolgozik, ami ugye azt írjátok meg, hogyha nagyon a cég profiljába vág, vagy hogyha éppen nem. Tehát ilyenre gondolok, hogy higiéniai cég vagyunk, jött SMS-ben, a Pest megyei képviselőnk neve Szappanos Sándor. Nagyon jó. Tehát, hogy ezért ez így szerethető. Ez így szerethető. MÁV szóvivő Peron Éva. Igen, pontos Gábor, persze. Váró Béla. Igen. Mentőszolgálat szójője, ment elek. Tehát ezek most így jönnek szépen. De hogy amikor is olyan foglalkozásban dolgozik valaki, tényleg mint ennél a higiéniai cégnél, ahol ugye Szappanos Gábornak hívják. Ami egyébként tényleg szórakoztató, hogy összeillik a foglalkozás és a név, nem? Tehát amikor így bemutatkozod, hogy higiéniai cégtől jöttem, Szappanos Gábor, azért akkor nem tudsz. Nem tudsz. Köszönöm, komolyan leülni a tárgyaló asztalhoz. Nem tudsz nem felnevetni. Igen. Hírerdő ZRT vezetőjét Tölgyfa Gábornak hívják. Micsoda ellenmondás. Ott nincsen egy kis diszolancia. Így hívják őket, hogy már szóljó lehetne a késő Béla. Azt mondja, hogy igen. Azt mondja, ez erős ember szövetség szóvivője lennék nagyon szívesen. Ha fölkérnén egy gyenge Dániel. Jó. A Provident főnöke, vagy volt főnöke, az Uzsorás Istvánnak hívták. Nem, jó ötlet volt István, jó ötlet volt a Provident. Hogy szól a mondás. Na, szóval, hogy akkor ez nem egy mém, ez valóban így hívták Anettet, vagy így hívják. Matár fejlesztési igazgatója évekig Maradi István volt. Ott a fejlesztési igazgató volt a Maradi István. Tényleg? Ott egy szexológus írja egy hallgató, ami nem kamu, Hanyat Hajnalkának. Hanyat Hajnalkának hívták a szexológus. Hát de mennyire jó? Hát engem az meggyőzött. Nagyon jó. Hanyat Hajnalka vagyok, szexológus. Hát azonnal kedvet támad legalább beszélgetni, vagy elmondani a problémáidat. Vagy beszélni róla. Krisztián írja nekünk, higgyétek el, komoly nem kamuzom, a bőrgyógyászom, a dr. Viszket Ferencnek hívják. Jó, most tényleg olyat írjatok, ami nem kamu. Jó? Tehát ez jó, valaki odaír, mi elhisszük, tehát higgyétek el, tényleg így van, bőrgyógyászom, dr. Viszket Ferenc. Így hívják. De ha megnézed egyébként gyerekeket, a sztárvilágban van ilyen, nem? Tehát a Hajas Lacinál, jobb nevű embert, az ország egyik legjobb, hanem a legjobb fodrásza, nem? És már tudták. Teljesen egyértelmű. A szemészünk, ez sem kamu, így van, Kisgál Íris. Így.
Nagyon jó. Nagyon jó. Ez sem kamu ide nekünk egy hallgat. Nálunk a papot hívták Ördög Endrének. Egész. Ördög Endrének hívták nálunk a papot. Írja egy hallgató. Villanyszerelő alvállalkozónk neve, ez sem kamu, villanyszerelőnk alvállalkozónk neve Drótos. Drótos és a keresztnevet nem írták. Nem írta oda hallgató. ORFK drogszakértő portörő jár. Nem. Én írom be, és nem találom mindegyiket. Írd be a portörő János, hogy megvan-e? Figyelj, oké. Okay. Megvan? Hát van ilyen név. Van ilyen. Figyelj. Index, Belföld, kirúgták a drogkoordinátort, portörő Péter. Na, akkor portörő. János, ide portörő Péter, az is megvan, igen. Jó, hát ezek nagyon szellemesek, igen. Tolvaj Reni a rendőrségnél. Hát igen. Egy hallgató, a fogorvosabb doktor Fúrják Mónika. Nem, ez biztos, hogy kamu. Nem, ilyen nincs már. Mutatka az, amely doktor Fúrják Mónika. Jaj, nem, csak egy fogkőlevét. Csak egy kontrolljátem. Igen, csak rám kéne nézni. Csepeli papírcsőgyár értékesítője, Henger Ágnes. Vajon ez teljesen tudatos, hogy az ember már az élete elején ezt a nevet kapja, és tudják, hogy oda kerül? Fúrják Mónika fogorvos, igen. A Hajasnál a családban több fodrász is volt? Nem tudom, hogy ők egy dinasztia-e. Fodrász dinasztia? Igen. Aztán apai ágon Hajas, anyai ágon pedig Séró. Séró Ági és Hajas Gábor összeházasodott. És ebből lett, igen. Takarítónő vagyok. Ére nekünk egy hallgató. Piszkos Judit nekik. Látom, hogy mi a kamu, mert a hallgatóink értik, hogy mikor kell smiley-let elküld, hogy érezzük, hogy humorizálnak, de nem. Takarítónő vagyok, nem. Piszkos Judit. Napközben fel fogunk hívni, és hogyha nem úgy veszed fel, hogy Piszkos Judit essék. Akkor fekete is. De hogy is. Állatorvosunk, bár nem biztos, hogy összefügg a dolog, nálunk a szemész Majlát Zoltán. Majlát TH. Majlát. Majlát. Tehát, hogy nézd meg, Majlát Zoltán. A szemész is rá, keres rá, Jani, létsz, hogy van-e Majlát Zoltán. Majlát Zoltán, igen. Azért az is nagyon kemény, tehát hajutassam be a szemész fő, Majlát Zoltán. Köszönöm, örülök. Az állatorvos doktor Gonosz Pál, de az nem. Azt mondja, hogy ismertem egy olyat, nem tudom, hogy informatikus volt-e, de a neve File Edit, tehát File Edit. Ne. Azt mondja, hogy Mon írta, hogy a volt munkahelyén a BME-n az ő szerződését SS-nél és fejesnél csinálta a munkaügyet. A szerződését? Igen, SS-nél. Kapom én az SMS-eket. Egy kolléganőm nőgyógyász, és nagyon durva, azt hiszem Turkász Gábor most. Nem, persze. Azt hiszem Turkász. Igen, így van. Igen, persze. Abba. Doktor Bájár etel. Jönnek az esemesek. Háj, nem kamu. Azt mondja, hogy egy valakinek az üzletvezetője, ami hűtéssel foglalkozik, klímadénes. Nincs ilyen. Vagy klíma. Klíma, hát klíma. De klíma. Hogy nem mondom klíma. A céget, hogy mivel foglalkozik, ilyen klímadénes. Így van, igen. Kaptuk ezt is SMS-ben. Annyi SMS. Jézusom, mert több SMS jön a telefonomra. Szénégető Kriszta volt a kémia tanárnője valakinek. Szénégető Kriszta is jött SMS-ben. Beherce meg Bunzen Ágota. Bunzen Ágota. Igen. De a szárvilágból majd ki lehetne? A Hajdú soha nem akart mosógép szerelő lenni, szerintetek? Az ő karrierje nem úgy indult 20 évesen, hogy elhatározta mi Péterünk, hogy ő elmegy mosógép szerelőnek? Igen. Nem, és aztán valahogy találkozott a televíziózással, megismerkedett a Dömsödivel, és ott váltott. Hát ez nem lehet? Az, hogy 86-os TL számú marhatelep vezetője Bika Péter. Nem lehet tényleg, hogy előre elrendelt, hogy mivel foglalkozunk majd? Nincs ebben valami szerintetek, hogy tényleg, tehát valahogy sorszerűen azt a nevet kapott, tehát nem lehet, hogy Hajas Laci az ország egyik legjobb fodrásza, de tényleg. Tehát nincs ez, hogy a névben már ott nem van. Nem fölvett a Hajas. Tessék? Nem fölvett név.
Tehát lehet, hogy megváltoztatta? Nem, már az annyira olcsó lenne. Kovács Laci volt. Az nagyon olcsó lenne. Kérdezzük már meg, hajas, van egy hajas számotok? Persze, csörögjünk már rá. Ha valaki azt mondja, a nőgyógyász doktor Betekincs Pál, de én ezt nem... De jó, ezt, ne már! Nem akarok elmenni. Aki kiver egy olyan nőgyógyászot, megjöttem már a doktor úr, melyik Betekincs doktor úr itt van. Nem hiszem. Nógrád megyei főügyész, Tolvaj Őrs. Így hívták. Elég konkrétnak tűnnek egyébként. Azt mondja, hogy... RTL Klub többször meghívott pszichológus, a Belső Nóra. Igen. Volt igen, ilyen. Igen. Fagyasztott halakat forgalmazó cég tulaj, a Háló Pál. Gyerekek, ne mondjátok, hogy ez nem sorszerű, hogy a nevedben már benne van kicsit előre elrendelve, hogy te mivel foglalkozol majd, nem? Tehát ez nem lehet. Na jó, de csak a Sebestyénből, hogy jött a rádió meg a tévé? Vagy nem mindenkinél van? Ezek itt a Sebestények. Adom. Este 8 óra van, ezek itt a Sebestények. Jó estét kívánok, nem? Nem lehet? De. Jó. Tehát, hogy elvileg hírműsorra születtem. Csak kicsit át kell formálni. A remekhet a szellő. Tessék? Szellő remekhet. Nem mondd, hogy nem nézné meg 8 órakor és Sebestények. De hogy nem. Üdvözlöm önöket, Sebestény Balázs. Ezek itt a Sebestények. Nézzük a híreket. De előtte megnéznék egy jó kis ismerterjesztő kisfilmet, a díszalakról, Akvar Istvánnak. A Tanganyika és a malavitavi sügerekkel. Ákos, te milyen Ákos vagy? Ez most komoly? Nem, ugrott be. Hunyad Ákos. Ha visszatérve az előzőre, akkor a Szellő Istvánt át lehetne tenni az időjárásra. Szellő István. Egyébként. Nagyon jó. Egyébként friss észak is. Érkezik az. Szóval nem, ez érdekes, lehet ebben valami, hogy a nevedben már benne lesz az, hogy te mivel foglalkozol, mit láttál? Következzen az időjárás jelentés, zúz marába. Jó, az már a vicc. Az már a vicc kategória. De minden bántás nélkül azért ez nagyon szól. Igen. Szivattyúkkal foglalkozom, cég főnökének a fia. Ne, persze, pumpál. Jó. Ne írjatok olyat, ami nem való. Tehát az olyat keresünk. Jól van. A híres pum dinasztia, és abból persze a szülőszobában. Hogy hívják a kisgyermeket? Pumpál. Így van, és nemrég jegyezte el a mennyasszert szípancsát. Igen, keresett a csáki, milyen csáki, a szippan csáki. Ne létszik. Proktológus Fehérváron, nem kamu, higgyétek el, keresetek rá, Dr. Luka. Nézd a hűsből, Dr. Luka. Proktológus Fehérvár, Dr. Luka, hogy megvan, nem? Azt mondja, Dr. Luka. Kolonoszkópai vizsgálatot végző orvosomat Döngölő Jánosnak hívták. Azért ahol nem akarsz elmenni, ugye? Akkor egy jó tükrözésre Döngölő János vagyok, hogy mutatkozza be. Jaj! Azért ott felsírsz egy pillanatra, nem? Még ha tudod, hogy jókezű orvoshoz is mész, mit látsz? Nem rajta nevetünk, mert ő nem, neveket soha, azért ez van összefüggés. Csak mondom, fogorvos baja. Dr. Luka Mária. Sziasztok, van még durva. Amikor a név kötelez, focista egy vidéki csapatban, Botlik Gábor. Tényleg. Gabi! Nem áll. Gabi, bocsánat, hát Domenes, ne arra, úgy azok, nem tudtam kapura rúgni. Igen. Volt egy pincér kollégám, a neve Nagy Ivó volt. Persze. Jó, ez nem biztos, hogy elhiszem. Igen, mit találtál? Nőgyógyász Dr. Goldfinger. Volt? Dr. Goldfinger. Goldfinger. Aranyul. Nem lehet, hogy csak ő volt a hónap dolgozója, és kitüntették ebben a hónapban Dr. A Goldfingerű, ott van nőgyógyász Dr. Goldfinger. Mondjad? Nem, praxis növelő hatása van ennek. Így van, gyerekek. Én nyugodtan vinném oda a Vikit, a Dr. Goldfingernek hívják. Tehát ott tudom, hogy jó kezek nem van. Nem? Ott nem lehet nagy tévedés. Dr. Goldfinger. Ja, Istenem. Érdekes dolog ez. Nem hisztek ebben, hogy ebben lehet valami? És nem azt mondom, hogy a kis Goldfinger, amikor felsírt, már tudták a családban, hogy nőgyógyász meg fejde. Higgyétek el, hogy ebben. Hajas, nem érjük el akkor? Kérdezzem már meg, hogy... Mindjárt megpróbálom. Hogy anyajágon tényleg mi? Nyíró vagy síró?
Jó, most már jönnek én esélyem, és senki nekem a telefonomra, egy apám egyik ismerőse János Kakálmár. Persze, János Kakálmár. Jó, de maradjunk, de most nem hülye neveket keresünk, maradjunk a foglalkozásoknál, és valós dolgokat írjatok, jó? Tehát olyanokat, ami... Jó, ki van a vécén, János Kakálmár. Azt írja valaki, higgyetek el, ez is igaz, Besenyő Telki Uzsorás Kamatos Feri. És be, hogy besenyült el ki uzsorás? Mert mi? És mit ad ki a BRF Cargo-lapja? Mi keres rá Google-be? Kamatos Feri besenyült el. Csak hogy egy képtalálatot nézzünk már Kamatos Feriről, hogy mégis hogy hívják. Jaj, nagyon jók. Nagyon jók jönnek. Egyébként az van, hogy betalált. Betalált? Hát van, hogy vissza tudjuk keresni. Betalált? Elől is elnézést kérek tőle, hogy szóba hoztak a nevét, nehogy ide jöjjön. Nem, hát ezzel semmi bántó nincs benne, hát a tényleg így hívják. Jaj, Istenem. Ez nagyon szórakoztató. Ott van tényleg? Akkor mondom, látom, hogy mikor írnak smiley jelet, de mikor küldik komolyan a hallgatók, igen. Uh-huh. Volt egy nőgyógyászom, ez is valós, higgyétek el, dr. Kuki Lajos. Nyilván. De tényleg. Dr. Kuki Lajos, Kuki mint vezetéknév egyébként van. Létezik. Abszolút. Igen. M1-esen dolgozott egy operatőr, Kukucska Zoltán. Nem, persze. Jó van. De miért nem? Kukucska van. Kukucska van? Van. Operatőr. Ez még hihetőbb, mert itt azt írják, hogy itt tudom én, hogy urológus a Magcsek Lajos. Magcsek. Kihez jött Magcsek, ez nem azt kérdeztem, hogy mit csinált, azt kérdeztem. Már végzett? Azt kérdeztem, hogy kihez jött. Ja, Istenem. Higgyetek el, az urológus ismerősöm Luka Pop Simon. Ezt azonnal elhittem, igen. Én is örülök, Luka Pop Simon. Így van. Na jó, hagyjuk abba egy kis kérdést. A plastikai sebészet pedig Plastik Bertrand. 2 perccel elmúlt 8:30. Jövünk, Ákos híre jutem. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan 1 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát, ami drága Anettünk, aki ugye a UPC, Hungária Kft. Szóvivője, nem is gondolta volna, milyen SMS cunamit indít el, mert hogy mindenki küldözget nekünk olyan neveket, amik stimmelnek ugye a foglalkozással, és hát egészen megdöbbentő tényleg az a hasonlóság, hogy az ember neve között van sokszor, és a foglalkozása között, hát még mindig jönnek a nevek, tehát hihetetlen. És nem mint kamu. Van egy csomó, ami nem tűnik kamunak, igen. Gyorsan egy-két közlekedés előtte baleset az M5-ösön Bes felé Inás után, ezt Cumi Cecil küldte nekünk, köszönjük szépen, de most már úgy néz ki, akkor hogy mindenki átállt a nevekre. Aztán az M6-oson a Százhalombattai Molkútnál full kontroll van, úgyhogy figyeljetek, Csornai trafi Farádra költözött, a befelé jövőket mérik Kapuváron, Csorna felől szintén trafi. És Budafokon még mindig áll a forgalom, nagyon lassú a haladás, ha megvan az oka, akkor küldjétek el nekünk, hogy mi a helyzet. Jó? Hát egészen elképesztő nevek jönnek még mindig, aztán lezárjuk a dolgot, de nem lehet. Nem lehet ezen nem nevetni, mert ez szenzációs. Ismertem egy villanyszerelőt, nálunk szerelte a villany, Setét Lajosnak hívtam. Ezt hát azért volt ott. Vera küldte nekünk. Most olvastam a Dembinszki utcában Budapesten Sipka Ferencnék alapos. De már! Sipka Ferencnék és itt a férje is az volt már, ugye? Sipka Ferencnék alapoz, ez Zoli mondja nekünk, igen. Zuglói urológusunkat a családban dr. Bányai Barnának hívják, kaptuk SMS-ben. Most lesz hétvégén az esküvünk, a videósunkat Vágó Bélának hívják. Ezt Angela küldte nekünk. Aztán az Ózdi bőrgyógyász Gomba Beáta. Úgy is beléci, dr. Gomba Beáta. Úgy is beléci. Ózdi bőr, csak annyi, hogy dr. Gomba Beáta. Bőrgyógyász. Nem lehet. Na. Nincs. Nem írsz már jelet, szerintem igaz. És igaz. Ott van. Mit ír? Dr. Gomba Beáta Bőrgyógyász. Magárendelés.
Be a csokoltatunk, puszilunk, véletlenül is a neved a vicc tárgya, csak senkit nem akarunk megbántani. Érdekes, hogy a névkötelez alapon, a nevében igen. A sorsa, ugye erről beszélünk, ez a témánk, hát ez igen. Rendőrségi drogreferens Szabó Gina, nem vicc, írta nekünk egy hallgató. Putnok kapusa Botló Ádám. Szegény. Jó, az nem annyira pozitív. Konkrétnak tűnik egyébként, igen. Azt mondja, hogy igen, kontaktlencse specialista orvosom, ezt ugye többen elküldték nekünk, igen, ez a Majlát Szemere. Gergő írta nekünk. Köszönjük szépen. Aztán dolgozik egy doki, dr. Hullán Lehel. Ez... Na persze, Hullán Lehel. Üsd be! Csak kíváncsiság. Hullán. Most képzeld már el, hogy mondom, hogy érdeklődni valamelyik hozzátartozó sorsa. Hullán, doktor úr. Doktor Hullán Lehel, szegény. Akkor más, nincs kérdés. Na jó, van? Nézem. Csak ezt még nézzük meg. Nézem. Van mi? Van? Van. És mi, és a horgász... milyen orvos? Onkológiai. Onkológus. Nem, és a Horgász Szövetség szóvivője Kapás Boglárka. Nem az nyilván kapam. Na jó. Jó, de jó a földműveléshez is. Kapás. Fölmentem megnézni a szóvivőinknek a listáját, gyakorlatilag az ország összes intézményének a szóvivője van fönt. Honvédelmi Minisztérium, sajtófőnök, Igazság Arnold. Tényleg. Figyelj, itt van feketén-fehéren. Jó, nagyon jó. De szerintem egyébként az sem véletlen, hogy nem tudom, észrevettétek-e, hogy például a sprint számokban nem annyira jó hosszú Katinka. Tényleg, 50-es távol egy bronza van egyébként, meg román érte minden magát. De ennyi, Nobel-en szó erre, hogy mondják, igen. Ja, Istenem, hát nagyon jók jönnek, köszönjük szépen. Még jött az Encsinő gyógyászról, igen, ezt is olvastam már, hát ez is nagyon jó, nem tudom, hogy így van-e. Keres rá dr. Kuki Lajosra, légy szíves. Nézd, csak annyi, hogy dr. Kuki. Okay. Dr. Kuki Lajos. Oké. Okay. És aztán megyünk hármas ugrás játszani. Lajos. Dr. Kuki Lajos. És van. Van? Ott van? De várjál. Hát urológus. Nem, szülésznőgyógyász. Szülésznőgyógyász, dr. Kuki. Jó, na köszönjük szépen az SMS-eket, jó? Senki ne érezze személyesnek, senki, tehát nem személyeskedésre van szó. Itt csak egy kicsit oknyomoztunk, így van. Játszunk, itt van már is egy hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Hello! Mekkora buli van, gyerekek! Hol vagytok, Maxi? Buszon vagyunk. Buszon vagytok, hova mentek? Dolgozni? Nem, úton vagyunk egy szakközépiskola felé. Szakközépiskola felé? Hányadikos vagy? Nyolcadikos. Azt a minden, egy idősebbnek gondoltak. Hova mentek? Iskola felé, gimnázium. Most iskolát látogatunk két osztályra. Így egész évfolyam. Elmentetek egyik iskolából, átmentetek egy másik iskolába? Ja, megnézni a pályaválasztás miatt? Igen. Aha. És hova akarsz tovább menni? Európa 2000 filmes média szakos iskola. Ó, média szak, már megint egy fiatal média szakos. Igen. És miért szeretnél oda menni? A fotó szeretnénk lenni. Fotós. Aha. Na végre valaki nem műsorvezető. Az jó. Az jól hangzik. Igen. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Hát, ott van egy autóbusznyi diák, biztos, hogy menni fog. Tudniuk kell. Igen, csak nem figyelnek, nem ahogy hallom, mert mindenki másról beszél. Ez egy osztály, miért figyelnének? Na figyelj, mehetünk? Mehetünk, készen állunk. Jó. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Hogy nevezik a kancatejből erjesztett alkoholos italt? Kancatej? Hogy nevezik a kancatejből erjesztett italt? Mi van? De mi van? Komisz egy kérdés. Komisz? Azaz. Komisz. Ja, Istenem. Oh. Ja, jó van. Oh. Tehát, hogy... Komisz. Komisz. Először döntsetek, mert már nem sem fogadtunk ki ilyen valakit. Ugye az volt, hogy komisz. Igen, komisz, humisz, homosz, igen, minden volt. Nem, igen, hát ezt kumisznak hívják, igen, ez a kancatej, a kumisz. Oh, honfoglaló elején kedvenc ital, de Mongóliában mind a mai napig fogyasztják. Így van. Nagy szeretettel öltik a vendégbe. Ja, igen. Ez a kumisz lett volna, Maxi. Igen. Csak rákérdeztem a tanártól. És ő mondta a humiszt? Igen. Humisz. Aha.
Hát az ő mit tanít? Ő milyen tanár? Ofú, vagy mit csinál? Igen. És a tanár néni, tanár bá? Igen. Nem mondd a nevét. Milyen szakos? Mi ez? Most írtam, nem tudom, na. Matek. Informatika. Na. Informatika. Ó, hát a informatika szakos. Jól van. Na, hát ügyesek legyetek akkor, jó suli választás. Jó, köszönjük. Ciao. Sziasztok. Hello. Igen, hát ugye az a szabály, hogy valaki rosszat mond, akkor utána hiába javít, akkor az rossz válasz, hogy tegnap előtt is valaki először magabiztosan bemondta a rosszat, rájött, hogy rossz, majd javított, de hát próbálunk következetesek lenni, hogy rossz válasz után már nem nincs esély nagyon jó választ mondani. Nem? Nem, szerintem ez így szabályos. Még nem volt egy nehéz kérdés. Egyáltalán nem volt egy. Tök triviális. Nem volt egy nehéz kérdés. Na jó van. Nézzük gyorsan, hogy mi a helyzet az utakon, hát még mindig jönnek a nevek. Tehát, hogy nem tudnak hallgatóink leállítani. Nehéz róla lefűzni. Igen. Bitó Klára bíró, Kiskunfélegyházi járás bíróság, jó. Na, azt mondja, hogy baleset van az M5-ösön, Pest felé vigyázom mindenki Inárcs után. Ez a 33-os kilométernél van egészen pontosan, és két autó van az árokban. Úgyhogy vigyázzatok, a 710-es úton Balaton Kenessei elkerülőn három személyautó ütközött frontálisan, rendőrmentő tűzoltó már kint van. Reméljük nincs senkinek komoly baja. Ezt Mágus küldte nekünk. 6 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt pontosan 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk. De már ne küldjetek neveket. Köszönjük szépen. Nagyon jó. Már rendeztük a sorokat, lezártuk, de nagyon-nagyon szellemesek jönnek. Reméljük, hogy senki nem vette ezt magára, és nem vette ezt személyeskedésnek. Laci közben hallgatott minket, a hajas képzétek annyira jó fel volt, hogy azt hitte, hogy hívtuk. Én is írtam neki, hogy lehet, hogy mindjárt hívunk, csak aztán megcsúsztunk, hogy megállt a motorral. Félreállt és várta, hogy rácsörögjünk, mert hogy hallgatott. És mi az igazság? Ez a család? Mindjárt megkérdezem, szerintem igen, de mindjárt rákérdezek, mert ezt csak SMS-öztünk, de a legfontosabbat elfelejtettem megkérdezni, hogy igen vagy nem. Tehát, hogy miért, de jó fej volt, nem félreállt. Hogy hát ha megcsörgetjük, ő is bennünket hallgat. Na, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon, M6-os Százhalombatta előtt a hídról mérik a Pécs felől jövőket. Kubin Joe küldte nekünk. Kis Kópháza és Balf között a vasúti átjáró egészen micsoda, sincsere miatt lezárva. Kerüljetek, ez Gigi érte nekünk, az Egér út befelé elesett, ezt Máté üzeni, és a Vavi parkolóban mérnek a csoda trafival Sopronban. Ezt Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Még nézegeted a neveket? Most már lefűztem róla, mert ez egy olyan komoly trip, amiről nagyon nehéz lejönni. Még az egy órában szeretnék foglalkozni a műsorral is, mert pedig csak neveket után bújni az interneten. Viszont azt akartam mondani, hogy az Instagram oldalunkon, meg a Facebook oldalunkon is vannak fent friss fotók Feri leszoktatásának az újabb mérföldkövéről. Kérem magamnak ezt a pipázást. Nem húzhatjuk ezt utatós. Most ki? Veszéljünk róla, mert ugye a 9-es cigit lehúztuk. Igen, a listádról. Tegnap ugye összeírtad, hogy mennyit szívsz, és megtaláltuk a 4 legfölöslegesebbet, ami azt jelenti, hogy a 20 szálat megpróbáljuk redukálni. Hát 16 szárra. 15-16 szárra, és ma 9-kor nem tudtál már rágyújtani, hanem pipáznod kellett. Ez az első módszer, amit kipróbálunk, hogy működik-e a többből kevesebbet. Nem lehet, hogy hoztok hónapra valami újat. Milyen ez a pipa, ez hát gyerekem, figyelj. De rendes vagy, mert pipáztál. Pipáztam, megtömtem, fent vannak a képek, begyújtottam, és hát jön egy olyan füst, amit nem tudsz tehát nem tudsz letüdőzni, nem, ugye? Nem is szabad. Oké, de hát ugye a cigaretta meg pont arról szól, hogy nem tud kiváltani ezzel. Retteltesen macerás, elalszik, ugye tömködőt nem hoztatok nekem, amivel lehet a parazsat izé igazgatni, meg átlyukasztani. Mert kértem van egy ilyen szerkezet, és Júli más van. Jó, ebben nem annyira, nem érdekes, és nem tud befejezni, mert ez egy hosszú művelet, a pipának a megtömködése, kimész, rágyújtasz, tehát ezt nem lehet egy hírek alatt megoldani. Ez egy szeánsz plusz az ízét én nem nagyon tudtam megszeretni ennyi idő alatt, lehet, hogy ugye ki kell égetni a
pipát, meg egy csomó ilyen szaktanácsot olvastam. De most te a negatívokat negatívokat, egy szállal kevesebb. Ma már elindultál a rögös úton, kérdés, hogy ez működik-e, hogy egy szállal kevesebbet szívtál, ma már a 9 órás cigid elmaradt. Uh-huh. Ennyi. Más pozitív hozadéka nem volt a dolog, mert nem akarták elkezdeni nyomozni, írni. Kivitt el az utolsó sonkászeléset a büfélből. Vajon ki lehet itt ki a kerékpár? Igen, a nevem Laurenc, Leslie a Laurenc. Nem mondogatták? Nem mondogatál ilyeneket? Nem. Jó, de egy cigivel már kevesebb. De nem lett jobb. Nem lett jobb? Nem, tehát nem váltotta ki. Én kezdődött, fúrnám a 13-as csak úgy cigi feliratomat, hogy erre átállni. Nézzük meg, most egy napot, két napot ennek adja. Ha nem jön a következő módszer, már megvan egyébként. És most viszont büdös, mint az állat a pipa. Hát de a cigitől is büdös vagy. Tehát a cigitől is büdösebb. Én a pipa. Az büdösebb. Annak egy pipa dohány szaga van. Majd kiég. Majd hozunk más vízű dohányokat. És ez most vaníliás, de hát, ahogy mondtam, van ott minden. Bourbon whisky, stb. És a hallgatók egyébként szeretik, most már több mint 500 lájkot kaptál az első pipás képedre a Facebook oldaladon, és a Balázs által ajánlott, hogyan készül a teniszlabda című videó is már 85-nél tart. Rohadjatok meg! Új, már nektek mondom, ne hallgatok föl. Szemetek! De gyönyörű! Köszönjük mondom. Szépen az egy megosztást és az egy hozzászólást. Nagyon hálás vagyok, én a kicsit is becsülöm, nem csüggedek. Feltettem a videóra, vagy feltöltettem. Ez csak úgy? Nem. Baromi érdekes, hát ha néhány embert érdekel, látom már egyet, hogy készül a teniszlabda. Ugye a világban tele vagyunk olyan dolgokkal, amiket használunk, itt van körülöttünk, de alapjában fogalmunk nincs, hogy készül. Na most ilyen például a teniszlabda, hogy ember meg nem mondja, hogy készülnek a teniszlabdák. És van egy 2 perces videó, amit én is kaptam, föltöltettem a Facebookra. Szenzációs, ahogy csinálják, mit csinálnak, hogy vágják, hogy ragasztják, miből lesz a gumilabda, a gumit hogy nyújtják, hogy rakják rá az anyagot, hogy rakják dobozba. Van róla egy szenzációs 2 perces videó. Nem egy egyszerű munkafolyamat, ahogy egyébként a teniszlabda készül. Hogy hány ilyen hétköznapi csoda van körülöttünk, amiről fogalmunk nincs, hogy készül, csak használod, megfogod, de nem is gondolsz bele, hogy hány ember dolgozik azon a kis kezével, gépsorok, gyártósorok, hogy elkészüljön. Tudtam, hogy mi volt az a kínzó kérdés. Nem, 91-en lájkolták, és ketten hozzászóltak, most jött be a második hozzászólás, köszi szépen Attila, hogy csak ennyit ír, kegyelem komment. Köszönöm. Jó ide, jó. Hálás vagyok a kegyelem kommentekért. A nap hallgatója mellé a nap kommentelője címet nagyon adjuk oda. Kegyelem komment. Kegyelem komment. Jó, akit érdekel, nézze meg a Facebook oldalunkat. Tudtam, nagyon hogy ez volt videó. Kínzó kérdés reggel, amit fel akartam neked. Na most elkezdtük róla beszélgetni, basszus. Nem tudod, hogy készül a teniszlabda? Te nem tudtam volna rá válaszolni. Oda arra mutattam volna. Ez egy olyan tipikus videó, ami magadtól nem jut eszedbe, ha de megnézed, megállsz és szánsz rá 2 percet, hogy de érdekes így, vagy hát legalábbis én így gondolom. De megnézem a kosárlabdát, a golflabdát, tök mindegy. Tök jó látni, hogy így készülnek a teniszlabdák, amivel te ott játszol és a kezedben fogod. Hát nyilván valaki nem játszik, talán kevésbé érdekli, megértem. És holnap reggel 7-kor jön az ütők szakszerű húrozása című kis videó. Ami a teniszsel kapcsolatos, az tőlem megkapjátok. Ott van a Facebookon, nézzétek meg. Minden, amit tudni akarsz a teniszről, mi az a grip? Például. Mi holnap fölteszünk egy videót, hogy kell jól feltenni az ütőre a grippet, igen. Ja, Istenem. Nem jó? De megnézted, nem jó videó? Nem a videót nem nézte meg, a kommentek számát nézte meg csak. Jönnek a kommentek. Aha, hú, ez igen, már megérte fel kell. Áj, de rossz indulat. Mindenki hozzon magával még egy kommentet, írja Gergő. Az hogy ezért már megérte fel kell. Igen, ezt Móli írta. Nagyon jó. Na. De a Laci is jó. Akit érdekel, az nézze meg. Így tette föl az oldalamra, így tette föl a Facebook oldalra, hogy aki érdekel, nézze meg. Így van. Sanyi azt írja, kéne néhány like, mi? Te rohadék. Most idegenvezetést tart éppen, a Laci nem tud figyelni. De hogy komolyan mondom, ilyen megalázó módon föltenni egy videót. Na mindegy, aki érdekel, nézze meg. Csak mondom, hogy 179 like-nál vagy az Instagramon. És 4 hete vagy 5 hete nem volt képünk, úgyhogy te vagy most. De sűrű vagy. De már majdnem 60 ezeren. Már majdnem 60 ezeren vagyok ebben a nagyon elit társaságban. Nagyon jó. Te meg kaptál most éppen egy olyan gifet, amin egy koldusnak a kalapjába dobnak be egy like emblémát. Csak mondom, na, hogy 32... Like, nem mondd, hogy sajnálom tőle. Csak mondom, hogy 32 komment van. Megindult. Igen, de itt azért érdemes odafigyelni a tartalomra is, nem csak a számra. Valaki jó, csak ennyit szeressétek.
Na, egy érdekes kísérletet hajtunk végre az utolsó egy órában, mert hogy Budapest bekerült a világ 10 legtöbbet fotózott városa közé. És állítólagosan mégis azok, akik egy adott városban laknak, nem ismerik a saját nevezetességeiket. Derült ki ez egy felmérésből, hogy sajnos se az osztrákok, se az amerikaiak, se a magyarok nem igazán ismerik azon épületeket, ami mellett ugye nap mint nap elmennek. És nem olyan, hogy várjátok az ócsemegét? Hát nem vesedek oda egy pillanat. Egy picit olyan, hogy csak néznek bennünket kívülről. Hogy, ami nem baj. Tehát rengeteg látnivaló és nevezetesség van Budapesten is, de állítólag mi budapestiek se tudjuk, hogy mi mellett megyünk el naponta, és nem tudják az osztrákok se, az amerikaiak se, és sajnos a többek között a németek se. Tehát európai városok vannak felsorolva ebben a cikkben, akiket sokat fotóznak, vagy azon városok, amiket sokat fotóznak, viszont állítólag az ott lakók kevésbé ismerik ezeket az építményeket, szobrokat, tereket, épületeket. És egy gyors kísérletben mi szeretnénk ezt cáfolni. Uh-huh. Márpedig nem igaz. Csak nem azért igaz. Is. Ez csak a sztereotípia. Is ismerik a halászbástyát. És a magyar emberek, a budapestiek igenis felismerik a nevezetességeket, és kikérjük magunknak, hogy megint egy ilyen negatív cikkben vagyunk szereplők, hogy ugyan bennünket nagyon sokan fotóznak, ugye Budapestet, a 10 legtöbbet fotózott város között vagyunk, viszont nem is ismerjük a saját nevezetességeinket. Ezt honnan tudják? Ide jöttek, és elkezdtek képeket mutogatni magyar embereknek, majd elmentek Németországba, Ausztriába, vagy megint írtak egy negatív hangvételű cikket, hát, és abban megint beletettek minket. De lehet, hogy egyszer csak arról volt szó, hogy megkérdezték, hogy ez meg az épület hol található, és fogalmuk nem volt róla. Azoknak, akik megkérdezték. Akik a kísérletet végezték, ide jött egy tudom, aki ezt írta ezt a cikket, és vannak elkezdett képeket mutogatni magyar embereknek. Vannak ilyen. 10 vannak ilyen képet kinyomtatott, fölmutatta, mi ezt, tessék. Jó, akkor ezt most cáfoljuk meg. Jó? Hogy jók vagyunk ebben? Hogy ebben jók vagyunk, nem létezik, hogy a budapestiek nem tudják, hogy milyen épületek vannak körülöttünk. Kinyomtattunk, mennyi van nálad? 8-10? 8-10. 8-10. 8. 8. 8, ennyire beletrafáltam? Jó, igen. Bele. Jó vagy. Kinyomtattunk épületeket. Feri gyorsan kiszágult. És nem teszünk más, mint hogy anélkül, hogy bemondanánk, hogy mit mutatunk, hát nyilván sok hallgatóval jó. Találkozunk az utcán, autókat megállítva, embereket megállítva, megkérdezzük őket, hogy mi van a képen. Igen. Ez mi, és cáfoljuk most meg ezt, hogy ha már mi vagyunk a 10 legtöbbet fotózott város egyike, mint Budapest, ugyanakkor nem igaz, hogy mi pestiek nem tudjuk, hogy mi előtt, vagy mi mellett megyünk el. Budapestnél még csak-csak elnézném, én sokszor tapasztaltam már azt, és nagyon csodálkoztam, még egy picit szomorú is voltam, hogy kisebb településeknél nem tudják, hogy azon a településen mi található helyiek. De Budapesten se nézzük át, egy budapesti tudja, hogy melyik a zöld színű híd, melyik a fehér színű nem híd, tudja. Melyik a, mi hogy néz ki a vár, ha lefotózzuk, hát ezt a budapestieknek se bocsássuk meg, ha így van. Jó, hát azért azt illik tudni, hogy melyik hídon mész át, nem? Egyszer írt az egyik kedves hallgatónk, ki érdi, hogy milyen jó, hogy beszéltem neki az érdi minaretről, mert ő nem tudta, hogy érdem van minaret. Az nagyon sok érdi nem tudja, hogy érdem van minaret. Igen, igen. Az megdöbbentő. Az érdi minaret. Igen, nincs belőle sok, nincs sok minaretünk, nincsen, ugye? Nincsen, hát talán 4 vagy 5 darab az országban. Na, úgyhogy menjél akkor ki, Feri, és nézzük meg, jó? Azt kérdezd meg, hogy budapesti-e, az nagyon fontos. Igen. Miért, hogyha azért, hát ne haragudj, hát egy szép művészeti múzeum, vagy egy nem tudom. De most nem mondd el, hogy mik vannak a képen. Ne, ezek nincsenek. Ezek nincsenek a képen. Hogy kérdezek, hogy budapesti-e, mert lehet, hogy mit tudom én, ha debreceni, akkor könnyebben megbocsátod. Tehát budapestieket keresünk. Budapesti. Mi van a képen? Jó? Kinyomtattuk a Népligeti felüljárót? A Népligeti felüljárót. Az tök jó lenne, hogy ott mutat, felismeri ezt az építményt. Annyira festője a Népligeti felüljáró, hogy ezen senki nem ismeri föl. Még az se, aki itt megy el nap, mint nap. De azért ez szomorú lenne, ha nem tudnák a pestiek, nem? Hát én most remélem, hogy kiderül, hogy igenis tudjuk. Volt egy ilyen település, direkt nem mondom a nevét, egy nagyon pici kis Balatonfelvidéki település, jó, Hegyesdről van szó. Na. Egyszer elmentem oda, meg akartam nézni, nagyon pici maradványai vannak már csak a Hegyesdi várnak, de hogy ott van egyébként a Várhegy közvetlenül a település mellett. Tehát, hogy ez nagyon nem lehet eltéveszteni. És bementem egy üzletbe, megkérdeztem, hogy merre találok, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Hát mondom, akkor jó. Ez Hegyest, kérdésem, merre van? De lehet, hogy egy másik településről járt át. Jó, mondjuk neked 2 darab félbetett tégla és egy várom, tehát hogy azért, igen. Tehát hogy megnézném én azt a váromot, mellett én se tudnám. Hát kérdezem meg, 600 évvel ezelőtt hol volt itt? Igen, ma már egy birkatelep van rajta, de neked az is egy várom, tehát hogy ebben a formában azért nem mindig lehet téged kielégíteni. Mentünk el egyszer, Ferivel mentünk ilyen autóval, Kemen dollár mellett, és ott is volt egy vár annak idején, és akkor mondtam a Ferinek, hogy Feri, ott volt a vár, hol?
Nem volt ott semmi, mert hogy már semmi nem maradjak ott a várból, de a várnak a helye az még mindig megvan. Azt honnan tudjuk, hogy a Feri most nem fog rágyújtani? Jogos. Mert amekkora kis rohadék, most elszív egy cigit közben. Szerint egyébként ilyen? Ilyen a Laci srác. Elmegy utána. Hm. Ha most rágyújt, akkor hozunk egy pokrócot. Igen. Rátesszük. És kicsi a rakás. Jó. Jó? Vagy szagold meg a száját, ha visszajön. Zsül, légy szíves. Átvállalnál tőlem ezt a nemes feladatot. Szagold meg a kezét. A száját. Egyébként simán benne van a pakliban. Simán. Csak nem. Hát magával szúr ki. Hát ez nem velünk szúr ki. Hát ez... Meg egyébként ezzel a pipázáshoz semmi gond nincsen. Tényleg illatos. Jobb illata van, mint a ciginek. Azt kérdezi, aki Jani, olcsó a minaret? Na nézzük, hívjuk a Ferit, jó? Én tényleg kíváncsi vagyok, hogy tudják-e a pestiek, hogy tehát mi az, ami között élnek? Milyen épületek, múzeumok, hidak vannak? Hát ez nem nehéz kérdések. Itt vagy, Ferenc? Itt vagyok, igen. Nem gyújtottál rá? Miért gyújtottam volna? Hát jó, ott volt a 9 órás pipám, az itt Jó. Csak ezt többen felvetették, hogy nehogy rágyújts, de mi hiszünk neked. Jó van, nagyon rendben. Buti vagy? Hol vagy? Mert olyan igen, ahol... igen. Aha, elmentünk vécére a Lacival ketten, ő az egyik fülkében ül, én a másikban is dumálunk, és majd lekamúzzuk, hogy bárkit is megszólítottunk. Szerinted nem vagyok az aluljáróban, mert sokan vannak. Na. Jó. Senki nem mer megállni, mi? Ne, ja, szeretnéd, hogy megszólítsunk végre valakit, igen, nagyon szerencsé, valaki elszalad, de nem érdekes. Gyakorlatilag ez a kezeit sokalom, drága, ja, maga kollégina, nem beszélgetünk vele, jött az egyik kolléginek, mondom, megkérdezem, már is ide lépek, szia drága, ne haragudj, egy három kérdésem lesz hozzá, gyere segíts rajtuk, mi a keresztmeled, ez az első, Szilviának hívják a hölgyet, egy nagyon kedves, aranyos, az a kérdés, hogy budapesti vagy-e? Igen, Budapesti. Mutatok neked néhány képet, és az lenne a kérdés, hogy fölismered-e ezeket. Csak egyet, mert ha néhányat mutatsz, akkor utána elmondja az összeset, és nem lesz másnak. Ja, és továbbadja, egyet fogok. Hát, ez is egy szakma. Igen, persze, köszönöm szépen, de hála Istennek, te vezérlő csillagként itt vagy velünk. Egyébként mindannyian ebben a szakmában csak a sötétben bolyunk. Ez csak elmondja 8 képet, utána már nem tudunk mit mutatni a többi hallgatónak. Igen? Jó, oké. Akkor itt van, tessék az első. Mi ez? Szilvi összevonta a szemöldökét, közelebb veszi a képet, és Bazilika? Ez a bazilika szerint, tehát kérlek szépen nem, megmondom neked őszintén, hogy ez a Mátyás templom. Jártál már a Budai várba? Jártam már ott. És emlékszel rá? Igen. Így most már megvan akkor. Jó, tehát meg... Jó, kicsit akadozik a térerő, lehet, hogy átmentek az aluljáró másik oldalra, és följöttök a felszíre, az segít, mert egy picit eltűnt. Tehát egyelőre van egy Mátyás templomunk, egy bazilika helyett. Most a kettő azért nehéz összekeverni, nem, hogy máshol van az egy dolog, de hogy azért máshogy is néz ki, mint a bazilika, meg a Mátyás templom. Mondjuk azt, hogy egy kicsit teltebb, a másik meg kicsit karcsúbb. Igen. Finoman szó, és akkor csak a legnagyobb különbséget emeltük ki. Következő kedves járók elő, kész sokkal, egy keresztmenet mond nekem. Edith vagyok. Edith drága, melyik híd ez? Szabadság híd. Edith egyből rávágta, ennyi. Jó. Igen, és valóban a szabadság híd, a zöld, én csak így hívtam gyerekkoromban. Edith, köszönjük szépen, és további jó munkát kívánok. Jó, akkor egy nem talált, egy talált, ez nem rossz arány. Igen, egy talált, egy nem talált, jó? Akkor már is jövünk a következő budapesti embert megkeressük. Kezeit sokkolom, budapestinek tetszik lenni? Csókolom, egy keresztnevet mond nekem. Kata drága, melyik épület ez, föl tetszik-e ismerni? Azt mondja a hölgy, hogy ez a zsinagóga, ezt kérem szépen a párizsi Notre Dame. De én tévesztettem meg magát. De nagyon jó. Köszönjük szépen. Ajajajajaj. A Notre Dame-ra beugrott a zsinagóga. Nem nagyon hasonlít azért, igen. Más jellegű. Valid. Te budapesti vagy valami? Budapesti vagy. Melyik épület ez? A most következő kép nem a teljes épületet ábrázolja, igen. Csak a bejáratot, de az annyira... A valamelyik épület, illetve ilyen szétnézésnek múzeum féle szerintem, de nem tudom meg. Jó vagy. Azt mondja, a Hősök tere egyik épülete. Itt ugye bajban szoktak lenni az emberek, mert bal oldal van a szépművész, jobb oldalon pedig, azt tudod melyik van? A másik múzeum, azt kell mondani. Jó, a másik. De valóban ez a szép művészeti múzeum, úgyhogy király vagy valid. Köszönöm szépen. Hát igen, ez egy fél tippnek szemben, azt mondod, valamelyik múzeum. Ugye? Nem, utána mondta, hogy... De utána mondta, jó, akkor ezt elfogadjuk. De azért ez nem megnyugtató így első hallásra, nem megnyugtató, egyébként érdekes kísérlet.
Aha, jó, vagy ebből van egy másikunk, ami hát, jó, akkor ezt fogjuk. Jó, ez nagyon nehéz, nagyon szép. Következik, jövünk két fiatal ember. Miattok, ne haragudjatok, budapestiek vagytok? Nem vagytok, honnan jöttetek? Szekkárdiak, megpróbáljuk. Görögországból jöttetek, nyaralás, jó volt? Jó volt. Eurót vittetek, nem volt gáz? Igen. Nagyon jó. Az a kérdésem, hogy fölismered-e ezt az épületet, annyit segítek, hogy ez Budapesten van az épület. Vörös Marti talán? Az mi, hogy Vörös Marti? Vörös Marti tér? Hát nem, nem Vörös Marti tér. Andrássy út, akkor ennyit segítek, de az épület elég jellegzetes, hogy mi lehet ez. Nem tudják, a szekszárdiak nem tudják, de Görögországban voltak nyaralni. Jó, akkor nem mondd el, hogy mit mutattál, azt még meg tudod mutatni másnak. Jó, azt meg tudom kérdezni. Hát gyerekek, egyelőre ez nem túl biztató. Igen. Ez megdöbbent. Igen, mi a kereszt neved, drága? Katalin. Katalin, mutatok neked egy épület. Ha hallottad, akkor már körülbelül tudod, hogy hol van Budapesten az előbbi beszélgetésünket. A két szekszárdék fiúval. Mo? Opera. Egy más tölgy. Ide jött, hogy ez az opera. Az nem? Volt? Igen, az volt, ez az operának a homlokzata, a főbejárat, de gyönyörűen kitalálták a dolgot, úgyhogy jó, jók vagyunk eddig. Mennyi az eredmény, mert ő már nem tudtam. Hát, 3-1, 3-2, nem túl biztató egyelőre. Ja, jó, jön a következő. Nem is, azt mondja, hogy nem kérek, akkor neki nem is adunk. Jó, már hallgat minket, igen. Jó napot kívánok, ne haragudjon, Budapesti, igen, keresztnevét megmondja. Ajaj, Zoltán, így hívják a családné, furcsa, meg tudja mondani nekem, hogy ez az épület, micsoda. Zoltán kicsit távolabb tartja magától. Főutca. Azt mondja, hogy főutca. Az nem épület a főutca, az egy utca. Milyen épület, nem tudja. Nem tudja, hogy milyen épület. Jó, nem a főutcám, de köszönjük szépen, Zoltán, már megyünk is tovább, itt van a következő fiatalember. Ugyanazt mutatod? Hogy megszólítanak Budapesti? Nem, Tatabányai. Tatabányai, nem baj, azért hátmegy Tatabányai fiatalember is tudja. Ennek az épületnek tudod-e, hogy mi a neve? Hol van, mi a funkció? Na jó, ennyi minden, nem kérdezek. Múzeum, ezt látod rajta. Nem az egyébként. A várban van, ennyit segítek. Akkor könyvtár, jó van, köszönjük. Mi az, amit mutatsz? Árulom el, hát akkor még egy szőke hölgyet megkérdezem. Lehet, hogy eltalálta. Én is tudom. Kezdeni, hozzalom én magam. Te csak a telefonban, Feri, mert nem hallunk. Jó. Bocsánat, csak benni, mert most igen, jó. Igen, kihangosítva volt, hogy halljanak benneteket is. A hölgy az most nem ér rá fizet, viszont egy kedves fiatal hölgyet egy kérdésre hadd állítsalak meg. Szia, budapesti vagy? Igen. Igen. Keresztneved? Mátyás Mimi. Mimi? Mimi gyönyörű neved van. Melyik ez az épület, budapesti? Van-e róla fogalmad? Nincs. Körülbelül? Mégis milyen funkciója lehet? Nem tudom. Atya Isten, mit mutatsz, Feri? Elmondhatod, hogy mi volt ez? Ez a Sándor palota volt, kérdezni. Nem baj, köszönjük, Mimi. Köszönjük szépen, megérte Mimivel beszélgetni, mert az épületet nem tudta, de... Na mindegy. Igen, csinos volt? Hát, egy aranyos volt? Jó volt az aluljáró, megértem, hogy a minél jár BKV-val. Megérte, Feri, miért szereti az aluljárókat. Ja, hát ez nem túl bíztató. Mi akarsz még egyet, egy utolsót? Nézzünk egy utolsót, igen. Jó. Ja, drágám, tudsz segíteni nekem, hogy ez az épület, ez vajon melyik Budapesten? Ismerőse neked? Nem. Nem is láttad még soha? Nem. Nem láttam még soha a hölgy. Mi volt még az épület, Feri? Ez kérlek szépen a Gresham palota lett, ugye, a fővárosnak a főtelé. Ja, de itt van egy fiatalember, ő nem hallotta, micsoda ez fia. Meg tudod-e mondani, hogy ez melyik budapesti épület? Nem. Azt mondja, hogy nem, mondjuk ilyen szemszögből nem nagyon szoktuk látni, ez kérlek szépen a Gresham palota. Ahogy ugye most már tudod, köszönöm, mert egy ilyen felülről, kicsit felülről fotózott, köszönjük szépen. Ez mondjuk bocsánatos bűn, szerintem. Ja, igen. Tehát, hogy ugye azt általában úgy látjuk, hogy átjövünk a Lánchídon, és akkor szembe találkozunk vele, gyönyörű épület, meg és a világítás is szép, ezt kicsit is felülről fotózták. Akartok-e még egy tesztet, vagy eldölt? Hidak vannak? Hidaink vannak képeken? Az az egy hidat kaptam én a szembe, azt föl is tettem. Hát ez nem túl jó. Tehát ez nem túl jó. Nem túl jó. Palota, nem egy volt utolsó, meg. Van mellettem egy nagyon kedves, hogy ne haragudj, mondd a keresztneved. A Vanda. Vanda drága, tudod-e, hogy melyik ez az épület? Ez debreceniként most így nehéz, de nem is érsz a fővárosban most? Már igen. Hány éve? 5 éve. Égő lett, igen. Nem lesz égő, szerintem, hát azért nem feltétlenül. Dunaparton a szokás. A festes tekintség. Nem nagyon hallunk.
közel van hozzá. Pesti oldal vagy Budapest? Pesti, jó, hát nem barkóvázunk, édesem. Nem barkóvázunk, de Pesti. Mi a neve? Az. Akkor hát most passzolom. Zenéhez köze van. Most újították föl nem régen. A Duna Korzon található. Nagyon tépek fejlés. Az lett volna a következő, hogy nem tudom. Nem baj, ez csak összejött a végén. Hát ez nem, akkor igaz a cikk. Úgyhogy így állunk. Igen. Ráadásul az egyik hölgy Párizsot. Na jó, van. Párizsot. Már nem is mondok semmit. Párizsot. 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 Notre-Dame is a zsiragó, igen. Köszi, Feri, hát ez nem túl biztató. Egy mondat még csak arról viszont, hogy amit változásként éltünk meg, már nagyon régen voltunk kint a Lacival, hogy mindenki megállt. Nem volt az, hogy nem egy, azt hiszem egy hölgy volt, aki azt mondta, hogy nem vetek semmit, a többiek viszont rendesek voltak. Ez egy jó pont. Nem, imádják a pipadohány szagát, Feri. Jó, de jó, akkor bekenem magam is, éjszaka ebben fogok aludni. Jó van, köszi, gyere, csáó. Hát ez nem jó arány. Nem. Hát ez azért egy Mátyás templom, Vigadó, nem? Azért egy, tehát ezért nem nehezek. Hát igen, nem? Mondjuk, hogy valaki a Gresham palotát nem ismeri felőre, azt mondta, hogy na bum. Tehát, hogy az nem egy olyan nagy történet. Ott a Mátyás templom volt, ami nagyon, nagyon odavágott, tehát ez a Mátyás templom bazilika történet. Igen. Az, hogy a Notre-Dame-ot összekeverni a zsinagógával, tehát a zsinagóga az sem nem mondjuk is nagyon egy nem túl konkrét. Nagyon más. Hát meg most melyik zsinagóga, tehát mondjuk jó, nyilván, vagy valószínűleg a hölgy egy Dohány utcai zsinagógára gondolhatott, de akad még zsinagóga. Igen. Na jó. Azt hittem, jobb lesz a találati arány. 2:02, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Tenisz rajongóknak mondom. Gasquet Federer. Így van. Gasquet Federer. Igazi csemege éjjel 2-kor. Úgyhogy bocs, ha holnap megcsúszom. És kialvatla leszek. Mindig az. Ez is az. Attól fejlődik általában. Hát talán kialvatlan vagyok. De azt meg kell nézni. És ha már a teniszrajongókat említetted, mert ők is vannak néhányan, ugye másfél milliós elérésünk van, de ettől függetlenül azért az a 275 ember, aki jelenleg már lájkolta, hogyan készül a teniszlabda videót, amit Balázs ajánl sok szeretettel. Nézzétek meg, fönn van a mindenkinek, akit érdekel, és egyébként nagyon-nagyon sok hozzászólás is van már. A labdás videóhoz? Igen. Na, érdekes kis videó az. Hogy készül a teniszlabda? Nézzétek meg. Szólnak hozzá. Igen. Bali, ne nyomasz minket ilyen videóval. Bali, rohadjál meg, nem érdekel. Hagyd abba. Ne tölts föl többet a Facebook oldalra ilyen videó. Nem. Vannak ennél azért szellemesebbek. Viki például azt kéri, hogy legközelebb egy olyan videót tegyél föl, amelyen az van, hogy készül a teniszező. Ez az a feleségem? Nem. Ja. Nem. Simán beírő is, tehát. Nem, egy másik Viki. Egy másik Viki. Az egyébként igen, szerintem az több lájkot kapna. Igen, beírna a nejem. Na csak mondom, hogy Richard Gasquet, Roger Federer, jó? A kezdőknek Wawrinka Anderson 20 órakor. Jó? Az a kezdőknek. Aha. Van Wawrinka Anderson, a ráhangolódás, és utána Gasquet Federer, aminek a végét még lehet, hogy látjuk. Ha több szett, akkor holnap reggel. Nem, lecsúszok. Akkor az élőben közvetítem. Ha nem sima 300 Federernek, akkor... Vágd már el a kábeleket reggelre, Zsú, kérlek. Élőben közvetítjük a Federer. Mikor mész el? Hova? Mikor mész már el egy sport? Valahol. Mikor mész már el anyába? A büdös. Hogy sporttelevízióba. Hát a közvetíteni. Hívnak. Hát a hívnak. De miért nem hívnak? Gyerekek, egyébként most tényleg nem azért mondom, de hogy elkélne ott egy-két olyan ember. Úgy érzed? Teniszhez. Tehát vannak olyan sportriporterek egy-két csatornán, ugye sok mindenkit közvetít teniszt. Közvetít a Digi, közvetít a Eurosport, néha más sportcsatornák is. De vannak olyanok, akiknél érzed, hogy nem értenek a teniszhez, csak egyszerűen odaültették őket. És közvetítik. Rendesen tudják a szabályokat, értik, de nem értik, hogy valójában mi történik. Szerintem az a jó, hogy olyan sportot olyan közvetít, aki valójában érti és szereti. Igen. Szerintem a sportrajong, tehát a futballt nézel, vagy a kedvenc sportodat, szeretett szerintem, ha valaki olyan közvetíti, akiről tudod, hogy valójában ért hozzá, nem? Tehát a Ricsi például... Ennek hangból is hallatszódik egyébként, ahogy nyomogatok. Sokszor tök korrektel leközvetítik, de tudod, hogy ő csak közvetíti és érti a szabályokat, retteltes blödségeket mondanak néha, de tudod, hogy nem ért. Látod rajta, ahogy beszél, hallod, hogy nem ért a teniszhez. Nem ért a teniszhez. Nagyon komolyan mondom, hogy gyűlölöm a beugró sportriportereket. Vannak olyanok. Nem mindig rajtuk múlik a dolog, mert nyilván a szerkesztő beosztja őket, vagy valaki megbetegedik. Meg nincs mindig ember, persze. Tehát, hogy, de amikor azt néztem, hogy most nem kell szeretni női súlyemelés, és azzal van elfoglalva a sportriporter, aki gyűlöli egyébként a súlyemelés, már egyébként három mondat után. De a női nagyon kicsi, apró moletnőket is egyben. Hogy van kifestel? Istenem, hát ezzel riogatni lehetne a gyereke. Így.
Ugye, hogy megőrülsz, ha kellene sportemelés, és a női súlyemelés megőrülsz, hogy nézem, és én meg arra gondolok közben, hogy úristen, milyen hihetetlen fizikum, milyen fantasztikus dolog, hogy egy nő ilyesmire képes, és ez meg azzal elfoglalva, hogy valami fehér orosz volt a versenyző, és hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy az oroszok erőteljesen szokták magukat kifesteni. És hogy így hányvágy. Mondjuk az azért lenne izgalmas, hogyha te közvetítenél tenisz, mert megvan-e a Djoko Federer döntő, ahol Djoko most éppen 30 semmire vezet. Következő. Ezt a szart! Nem, hát ez azt nem bán, nem. Mit csinál? Azért, mert 30 semmi? Ne, gyerekek, világ első. Hát azért több tiszteletet. Nem mondanék soha. Hát azért ő a világ első. Megtiszteljük. Djoko Federer, Djoko Federerre beülni, igen. Hát az nem lenne sportszerű, de nem mondanám így. Nem mondanék ilyen csinál. Azért Federer, Roger, de Djoko a világ első. De te szereted, és ez valószínűleg kiderülne egyébként minden mondatodban, hogy szereted. Megélvezed. Nem azt mondod. Teker, én mindig teker, sokan tekernek. Hát ez a boly, sokan tekernek. A bringát is a kiskinéziek remekül közvetítették, igen, a túrt. Nagyon, nem tudom most ki közvetíti a túrt. Szenzációs. A kastélyokról rengeteg szórakoztató. Például ő volt egy társát, most ne haragudjatok, kevés bringát nézek, nem tudom, hogy kivel közvetített, de a Tour de France, pedig belenéztem, nem néztem sokáig bringát, de egy percig nagyon szórakoztató volt. Humorizáltak, röhögtek, és látszott, hogy szeretik, érdekli őket, ismerik, tudják, hogy mit néznek, és baromi jól közvetítették a bringázást. Nem tudom most éppen a túrt ki közvetíti, ők vannak-e még párosban, nem ritkán nézek. Nagyon jó volt. Nagyon jól közvetített. K1-et szoktam nézni, két srác. De van a Digin is, meg Hűra Szolton is olyan, aki jól közvetíti a teniszt. Végig egymást szórakoztatja, leszoktam halkítani a tévét, mert mindig mennek oda-vissza a poénok. Egymással vannak elfoglalva, egymás zrikálásával, nem is csinálják túl jól, és magáról az eseményről, magáról a küzdelemről, ami bent a ringben folyik, gyakorlatilag semmit nem hall. Csak szórakoztatják. Csak egymást szórakoztatják. De ez is van. És nézik, hogy mit írnak el a Facebookon. Hát kicsit szeretném. Tudod, milyen fárasztó, így vége van a meccsen, és így nem tudok így felállni a fotelből, annyira leszívták az agyamat. Igen, ez jó téma egyszer, hogy kik azok, akik idegesítenek, tudod, mint kommentárok, hogy miről beszél a helyet, ami valójában történik. Te érted, tudod, hogy mi történik a kedvenc csapatoddal, miért sérült, miért nem sérült, és hallod, hogy olyan blödségeket mond, hogy a hideg futkos átadom, mert nem azért sérült, nem azért nem játszik, nem ezt nyilatkozta az edzőt, meg ott ülsz rajongóként, és megkülönbsz tőle. Meg amikor elsajátít mondjuk 2-3 szakszót, és folyamatosan azt tolja. Low kick. Térdrugás, low kick. Még a Bridge-ben dolgoztam, és csak egy üvegfalal volt tőlünk elválasztva az akkori Eurosportnak a stúdiója, és egy nagyon híres sportkommentátor, aki a műszaki ízékben otthon van, tehát autósportban, épp a repülőrajtról beszélt nagyon hosszasan, így leszegett fejjel, hogy és a repülőrajtban az történik, és már 40-en verték a stúdió ablakát, meg összetörték magukat, érted? Ott áll lángokban a pálya. Repülőrajtkor az történik, tényleg, és így üdv mindenkit. Nézzél már oda! Mondd már! Igen. Vagy amikor ott van mellette egy egykori sportoló, és ő pedig belefeledkezik a saját élményébe. 82-ben, amikor egyébként a fazekas magasról voltunk kint, akkor azt hiszem az Európa bajnokságon. Igen, végeztünk. De igazából, és közben már négyen összeveregettek, üldözik a bírót, két mesztelen csávó rohan a pályán, és ő még mindig mondja, hogy mi történt. Hát a Lajos volt, csak annyit kell tudni, hogy egyébként nem érte a súlyhatárt, és ezért sajnos diszkvalifikálták, és már K-val kiütött az egyik ellenfél a másik. Kérdezz valaki, mi lett a Csilics meccs eredménye tegnap, gyerekek? Mi? Amit mondtam. És mit mondtál? A Csilicsaricombe. Ja, na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk. Megindult Feri leszoktatása a dohányzásról, és átnéztük a listáját, amit tegnap összeért nekünk. Lehúztuk a fölösleges cigarettákat, csökkentettük a számot 20-ról 15-re, és adtunk valami mást a kezébe. Megnézzük, hogy mennyire hatásos a módszer. Valamint, ugye észrevettük egy híradóban, hogy lassú Anett a UPC szóvivője, és véletlenül se neveken akartunk nevetni, nem Anettet akartuk bántani, reméljük, hogy van humorérzéke, és ezen nem sértődött meg, jól nyilatkozik, jó szóvivő, flottul beszél, tehát tényleg csak jót tudunk róla mondani, de próbáltuk hallgatóinkat arra kérni, hogy írjanak nekünk orvosokat, nőgyógyászokat, henteseket, amikor is ugye hát a név kötelez, vagyis lehet-e abban valami, annak próbáltunk utána járni, hogy valaki már, amikor megszületik, olyan nevet kap, amilyen utána a foglalkozása lesz. És hát kiderült, hogy a név valójában kötelez, nem? Így van. Gondoljunk csak Dr. Goldfingerre. aki nőgyógyász volt. Szóval ennek próbáltunk utána járni, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
Jó reggelt! 3 perc múlva 10 óra, Csabi, hello! Szevasztok! Képzeljétek el, csak egy rövid sztori, hogy amikor utoljára nyaraltunk kettesben a Laurával, Zakintoszon, akkor ott volt egy ilyen kávézóban, ami mindig elmentünk, és volt egy ember, akinek rohadt a lába, sántított, sebes volt, nem tudom, és az utolsó nap megkérdeztük, hogy mégis tudjuk már, hogy mi a neve, mielőtt hazavívjuk, az volt a neve Labrosz. Labrosz. Ez mindennél szürreális a történet, hogy Labrosznak hívták a sebes lábú csávot Zakintosan. Nagyon beteg sztoriáid vannak, Csabi. Labrosz. Hívjuk a nap hallgatóját. Istenem. Na, nézzük. Az úszómest múzeó úszómest. Halló, jó reggel, ciao. Ciao. Feri, Csabi, Jani Balázs, hello. Gergőt keresünk. Igen, én vagyok, hello. Hello, Gergő, igaz a sztori, amit írtál? Ezt többen elküldték nekünk ezt a nevet. Abszolút. Abszolút. Kontaktlencse specialista orvosod, Majlát Szemere. zseniális a dolog. Tehát hozzájártál tényleg? Így van, igen. Hát nem mondhatod, hogy morning show. Nagyon zavarba vagyok, úgyhogy ne arra gudjatok. Ne viccelj, nem baj. Gergő, hol hallgatsz minket? Budapestről. Jó, hát ajándékcsomag nincs, de a naphallgatója te vagy, mert szerettük az SMS-et. Köszönöm szépen. Jó? Oké. Okay. Jó munkát neked, köszi. Köszönöm, hello, sziasztok. Ciao, hello. Van plusz ajándékot, hallgass meg, hogy mi a reklámblogban. Jó, köszi, ciao. Csabikám, nem megzenék? Jason Derulo-t hozom most nektek, akinek nemrég megjelent a 4. lemeze. A csávó zseniális. Ezek szerint volt párom? Igen. Uh-huh. Több mint 50 millió kislemezt adott el, wow, digitálisan és kislemez formájában is. És most a Cheyenne-t hozza. Egyébként ő egy nagyon jó kis énekes, táncos, zeneszerző. Uh-huh. Itt volt most a Balatonszandon is. Valamelyik csak bejön a lapon nyilván. Igen. És sose szomorú, ugye? Ezért. Derülő, ugye? Tehát, hogy jó, hogy... Na, már itt tartunk. És mindig nevet. Csabi, jön a kívánság műsorral 555-55-00, a telefonszámi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.